Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Józsa Judit galériában. Józsa Judit vagyok, a galéria névadó tulajdonosa. Engedjék meg, hogy mindenek előtt arra kérjem Önöket, hogy kapcsolják ki telefonjaikat, és majd csak távozáskor hangosítsák vissza őket. Keresztre feszítve, muszlim keresztény hitvita Jézus haláláról. A hatodik hitvitánk itt a Józsa Judit galériában. Ami egyébként a béke szigete, és az összművészetekben gondolkodva, ennek szellemében rendeztük meg a mai hitvitánkat is. Engedjék meg, hogy bemutassam a vitázó feleket. Először is Nagy Gergő, református lelkész, teológust. És dr. Abdul Fattah Munifot, arabista, fordító és iszlám szakértőt. Az est moderátora dr. Nagypál Szabolcs, római katolikus teológus, akinek tiszteletten át is adom a szót. Én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Először hadd mutatkozzam be röviden, dr. Nagypál Szabolcs vagyok, római katolikus teológus, a Pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézetnek vagyok a tudományos főmunkatársa, az ELTE jogi karán tanítok adjunktusként, és a Vallásközi Párbeszéd Társaságának vagyok társelnöke. A kutatási témám az ökumenikus párbeszéd és a vallásközi párbeszéd. Én is hadd mondjak néhány szót a többiekről. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm dr. Abdul Fattah Munifot, aki arabista, iszlám szakértő és fordító. Ő magyar és jemeni származású, az LTBTK-n végzett sémi filológia és arab tanszéken, utána pedig doktorált nyelvtudományokból arabisztika szakterületen, témája a Korán lexikográfiai elemzése. Szakterülete részben a Korán magyarázat, részben pedig a sária, a muszlim vallásjog. Másik Rita partnerünk, Nagy Gergely, református lelkész és teológus, ő a Sárospataki Teológiai Akadémián végzett, jelenleg pedig doktori hallgató a Károly Gáspár Református Egyetemen. A Kálvinista Apologetikai Társaságnak az alapítója. Témái a Római Katolikus Egyház, az iszlám és az ateizmus. E témákon kívül még a homoszexualitásnak a tárgykörében hasonló, moderált apologetikai vitaesteket szervezett és vett rajtuk részt. Az Evangéliumi Teológiai Társaságnak a tagja, Evangelical Theological Society. A vitát a Józsa Judit Művészeti Alapítvány és a már említett Kálvinista Apologetikai Társaság szervezi. Egy ilyen hitvitának az a célja, hogy a résztvevők megismerjék, a résztvevők most a hallgatóságot is beleértve, megismerjék jobban, mélyebben a saját hitüket, megismerjék a másiknak a vallását, egy egységes és egészséges vitakultúra kifejlesztéséhez járuljanak hozzá, amire azt gondoljuk nagy szükség van Magyarországon, és ezzel a vallásközi párbeszédet is elősegítsék. Ennyit a bemutatkozásokról, meg a bemutatásokról. Van néhány szabályunk, ezeket ismertetném, és kérem Önöket is, hogy tartsák tiszteletben. A szigorú időkorlátaink vannak, az elsősorban a felekre vonatkozik. Nyitó beszédek jönnek, előbb Munif, aztán Gergely, 20-20 perc, utána válaszok a nyitó beszédekre, 7-7 perc, majd pedig még további feleletek, 5-5 perc. Ekkor kinyitjuk a teret a közönség kérdéseinek. Én fogok oda menni ezzel a mikrofonnal hozzátok, Önökhöz, ha kérdezünk. Nem engedem ki a kezemből a mikrofont, ez egy ilyen kézben tartását is jelenti a helyzetnek. 30 másodperc áll rendelkezésre a kérdezésre. Hozzászólásokat nem várunk, azt majd az est után, vagy másforúan kérdéseket szeretnénk. És azt is mondjátok meg, hogy kitől kérdezitek, neki ugyanis egy perce lesz a feleletre, a másik vitapartnernek pedig 30 másodperce.
Jó, tehát 30 másodperc a kérdésekre, ez egy 15-20 perces blokk lesz. A legvégén pedig 5-5 percben záró beszédeket tartanak a felek. A kép- és hangfelvételek készülnek az estről, a fényképész kollégát kértünk meg, videós kollégát kértünk meg, ezen kívül pedig tilos kép- hangfelvételt készíteni az estéről. Kérlek, tartsátok ezt tiszteletben. A beszédek alatt tilos tetszést vagy nem tetszést nyilvánítani. A részbeszédeknek a végén akkor lehet, de legjobb, ha nem mondjuk meg ezzel az este menetét. Az esték, és ez a vitaalkalom is ingyenesek, ingyen vagytok itt, ugyanakkor vannak költségei egy ilyen találkozásnak, és ott elhelyeztünk egy zöld színű kosárkát, ahol nagy tisztelettel és alázattal várjuk adományaitokat az estéhez. Ennyit az est szabályairól, és most tematikailag két mondatot mondanék. Először egy korán idézetet hallgassunk meg, a 4. szúra 157-158. Bizony, megöltük a messiást, Jézust, Mária fiát, Allah küldöttét. És nem ölték meg, hanem csak úgy tüntetett föl nekik. Nem, Allah fölemelte őt, Jézust magához. És Allah mindenható, bölcs. Eddig az idézet, vajon miért tagadja a Korán Jézus kereszt halálát? Miért vallják a keresztények, miért nem vallják a muszlimok? Jézus is a halál körüli események mindkét vallásban kulcsfontosságúak. Átadom a szót először Munif barátomnak. Jó estét kívánok! Remélem, hogy nagyon hasznosak lesznek azok az információk, amelyeket itt ismertetni fogok. Jézus a Koránban keresztre feszítve, egy ilyen alcímet adtam ennek a szerepelésnek, illetve bevezetőnek. Először is szeretnék megnyilatani néhány dolgot, amelyet azért ismerni kell, amikor arról beszélünk, hogy mi az iszlámnak az alapvető tanítása Jézussal kapcsolatban. Jézus Mária fia, arabul Isa bin Maria. Egy isteni csoda folytán született meg a romaiak által kormányzott Palesztinában. Aztán Mária szűz volt, amikor várandós lett Jézussal, és fogantatása abban nélkül történt. Jézus anyai ágon az izraelita Áron proféta leszármazottjaként. Harmadik, a Szentlélek az iszlám fogalom körében Gábriel angyal, az, aki belefújta Mária méhébe Jézus lelkét. Isten, arabul Allah, az ő küldöttjévé és profétájává választotta Jézust, és kinyilatkozta számára az evangéliumot, az arabul Injil. Jézus neve a Koránban messiásként is szerepel, elveszi, amely cím egyszerre utal felkentségére és csodatévő képességére. Továbbá tanítja az iszlám azt is, hogy ezek a képességek, ezek a csodák, ezek és emberfeletti cselekmények, ezek mind Isten engedelmével jöhetnek csak létre. Tehát Isten engedelmével gyógyított Jézus vakot, némát, siketet, bénát, és halottat is keltett, illetve sőt madarat teremtett. A Korán elveti Jézus istenségét és a Szent Háromságot. Innentől kezdve jönnek a különbségek ugye a két vallás között. Elutasítja az iszlám vallás az eredendő bűnfogalmát és ezáltal a megváltástalan. A Korán cáfolja Jézus kereszt halálát, mert Isten az iszlám olvasatában megmenti Jézust és felemeli az égbe. Aztán az iszlám tanítása szerint Jézus él és visszatér a földre az idők végeztével, még az ítélet napja előtt. Jézus béke legyen vele, megjövendőlte Mohamed profétát, béke legyen vele, hogy az ő eljövetelét. Itt van egy Korán idézet, pontosabban egy kézirat. Aláhúztam azt, ahol látszik. A Isa bin Maryam, ez egy 9. századi kézirat. A következőben pedig El-Messih ibn Maryam. Tehát Jézus, a Isa, El-Messih, a Messiás. Ez 8. századi kézirat. Koránban 8. századi kézirat. Most vannak a keresztre feszítés és Jézus halálával kapcsolatban számos korán idézetek, történetesen 4-et lehet ehhez a témához kapcsolni. Ebből most kiemelünk egyet.
az elhangzottan egy picit eltérően fordítottam ezt a Korán szülem, az áját, ezt a verset. És mivel azt mondták, így kezdődik az áját, és mivel azt mondták, bizony mi öltük meg a Messiást, Jézust, Mária fiát Allah küldöttét. Ám nem ölték meg őt, és nem feszítették fel, hanem hasonlatossá lett téve nekik. Hát kitérünk erre, mit jelent ez a hasonlatosság. És bizony, akik eltérő véleménye vannak őt illetően, azok kétségben vannak felőle. Nem rendelkeznek róla tudással, csak a vélekedést követik, és bizonyosan nem ölték meg, hanem Allah felemelte magához. A hasonlatossá lett téve nekik kifejezés, a Subbihe lehum, muszlim kommentárokban, az egyik legkorábbi kommentár 889-ben meghalt Ibn Kutaybának a kommentárja. Szerinte ez azt jelenti, ez a hasonlatossá lett téve nekik, hogy az ellenségének az ő meggyilkolására irányuló terve meghiúsult. Azt hitték, hogy Jézus halt meg, ám valójában nem ő halt meg. De nem tesz javaslatot a kilétért. Fontos dolog, hogy a korai korán értelmezők nem konkretizálták annak a személynek a kilétét nevét, aki helyettesíti tulajdonképpen az iszlám olvasatában Jézust a kereszten. A híresebb, mármint korán értelmezők között, Al-Tabari, 923-ban halt meg, ő egy olyan érdekes témát feszeget, vagy egy olyan érdekes forrásból veszi, amit úgy hívjuk, hogy iszmailiyyát. Az iszmailiyyát, és ez egy problematika a korán értelmezésben, arra vonatkozik, amikor nagyjából a rabbinikus hagyományból idéz a korán értelmező. Wahhab ibn Munabbih maga is egy zsidó volt, és áttért az iszlám vallásra, és ő például egy kicsit konkrétabban fogalmazza meg azt, hogy ki is lehetett ez az iszlámban, ez a bizonyos helyettesítő. Először is azt mondja, hogy a korán idézetben azt kell a hasonlatosságát téve azt jelenti, hogy Isten rávetette Jézus arcmását az összes társára, tehát az összes tanítványra. Hawariyun arabul. Így ellenségei más szemét feszítettek keresztre Jézus helyett. Bár ennél a pontnál ő sem nevezi meg. Aztán hoz egy másik hagyományt, ez itt Ibn Ishaqnak a hagyomány, aki 768-ban halt meg. Feltehetően iskarióti Judásra utal, amikor azt mondja, hogy az ellenségei a megtévesztettség állapotába kerültek. Ez az úgy tüntetett fel nekik, hogy megettek tévesztve. Subbihe lehum. Isten pedig az égbe emelte Jézust, ahol 7 órát maradt. Tehát Ibn Ishaqnak konkrétizálsz, hogy 7 órát maradt Jézus az égben, majd visszajött, vagy ebben az állapotban, ebben a fura állapotban, majd visszajött a földre, ahol találkozott tanítványokkal. Folytatnám még, nagyon sok részlet következik, a Thalabi 4 véleményt is hoz, egyik helyen megneveznek egy szemét, Tatianus. Azt mondja, hogy Ibn Abbasra hivatkozva, aki a profétának az unokaöccse volt, 683-ban, ha a 7. században élt, tehát ő tulajdonképpen társa volt a profétának, azt mondja, hogy iskorióti Judás emberét, tehát nem magát Judást, hanem az ő emberét feszítették fel, aki Tatianusnak neveznek. Én utána néztem, valóban van egy Tatianus nevű egyházatja a kereszténység történetében, de ez jóval később a 3. században él. Lehet, hogy itt valami összekeveredett, két történet, az egyik történet narrációban valakit felfeszítenek, a másik narrációban pedig megnevezik, és ez összekeveredik ez a két történet. Van egy olyan vélemény is, hogy egy bizonyos felügyelőt vagy kémet ráállítanak Jézusra, és akkor ezt feszítik fel, a Mukátér hagyománya. Aztán van olyan, hogy valaki az ellenségei közül bement abba a házba, hogy Jézus volt, majd Isten rávetette, megint csak ugye visszatér ez a kifejező, hogy rávetette arcmását Jézusra. Aztán van nagyon érdekes, a Patádával a visszamenő hagyomány, hogy azt mondja, hogy Jézus megkérdezte a tanítványaitól, hogy van-e valaki közülük, aki vállalná a kereszthalált helyette, vagy legalábbis vállalna azt, hogy az arcmását, tehát Jézus arcmása rákerül, rávettetik. Egy önként jelentkezett, akit Isten valóban ráveti Jézus arcmását, és őt ölik meg. Látjuk, nagyon gazdag ez a hagyomány, amelyben már itt a 14. századra a korán értelmező kiterjesztik ezt a történet, elbeszélésre, ezt a történetet. Ide írtam ezt a diatesszalon, vagyis a harmonizált evangélium szír fordítójának a neve, ez a bizonyos Tatianus, és az ő
személye keveredik itt, és többféle verzióban megjelenik egyszer az említett Tatianus, aztán Satiafus, itt egy S betű, S, emfatikus S-re, valószínűleg itt elírják a T-t S-re, tehát vannak ilyen problematikus átírások. De a 12. században történik egy változás. Ibn Atiyya, aki egy andalúziai származású korán exegéta volt, elvetette az összes addig ismert értelmezést. És azt mondta, hogy mindössze annyit kell biztos állítani, hogy valaki keresztre lett feszítve. De hogy az Jézus-e, vagy más valaki, az szerinte nem állapítható meg. Indoklásában kifejti, hogy a történet elbeszélői súlyosan eltérő véleményeknek adnak hangot, és ezek egyikének sem lehet hitelt adni, mert nem maradt fenn a kérdés, hogy hiteles tudósítás, azaz hadith, a profétára, Mohamed profétára visszavezetve. Ugyanakkor kiemeli, hogy Isten, akármi is történt, Isten felemelte Jézus. Ami biztos, a biztos, az Isten felemelte magához Jézus az égbe. És meg is nevezett, hogy Jézus a második égben van, és ott tartózkodik, amíg Isten elem küldi, hogy elpusztítsa a hamis messiást, az antikrisztust, majd pedig a feltámadás napja előtt meghalik minden halandó ember. Na most nagyjából ezek az értelmezések cirkulálnak, megint a 16. században megint visszajön az, hogy esetleg ez a Tatianus, vagy Iskari, Iskariuti Júdás. Azt kell mondjam, hogy a 15. századra már rengeteg értelmezés jelenik meg. Aztán valahol a 19. században megint a 12. századhoz hasonló egy visszapozó álláspont bontakozik ki. Például Shankani, aki egy jemeni származású korán értelmező, ő azt mondja, hogy annyit lehet tudni, hogy az igazság az, hogy nem ölték meg Jézust, és hogy őt nem feszítették meg. Mert ezt a korán idézet az állításában, tehát amikor elkezdődik a korán idézet, egyértelműen ugye elhangzik, hogy nem ölték meg és nem feszítették fel, hanem hasonlatossá lett téveni. Tehát Shankani arra utal, hogy bizonyára az, hogy hasonlatossá lett téve, nem magyarázható semmilyen módon Jézus kereszthalálával, Jézus megölésével. Mert az ellentmondana a mondat elejének, ami úgy hangzik, hogy hát nem ölték meg és nem feszítették fel. Következésképpen, bárhogyan is magyarázzuk azt, hogy hasonlatossá lett téve nekik, a biztos az, hogy az iszlám tekintetében, iszlám olvasatában Jézus ellenségei nem ölték meg. Nem feszítették fel. Nyitva hagyják a kérdést. Vajon, amikor eltűnik, mert ugye ez következik ebben a magyarázatból, eltűnik Jézus, egyből égbe emeltetik-e, és ez hogyan történik, illetve meghal-e más módon, tehát természetes halált hal-e. Tudjuk, hogy a Tamás evangéliumban, a Tamás leveleiben van egy ilyen, ugye, hogy a kopt iratokban, hogy ugye elmegy egészen Indiáig Jézus. Tehát érdekes részletek derülhetnek még itt ennek a kérdésnek a tanulmányozásában. A 20. századi korán értelmezők tesznek még egy lépést. Rashid Rida 1935-ben hunyt el, következőképpen fordítja a korintézetet. Az írás népe nem ölték meg Jézust, habár azt állították büszkélkedve. Sem feszítették keresztre, miként azt hangoztatták, és ahogy az eltelt az emberek között. Ők a megtévesztettség, vagy más folytásban összekeverhetőség állapotába kerültek, így mondja, hogy wafa lehum istibe, tehát meg lettek tévesztve, ezért hitték azt, hogy Jézus feszítették, nem mást. Hogy azt hitték, hogy Jézus feszítették meg, pedig más lett keresztre feszítve. Ugye itt kell arra utalni ennél a pontnál, hogy ez a fajta magyarázat az, ami nagyjából mai gondolkodásban a muszlimok, a másfél milliárd muszlim embernek a gondolkodása megjelenik. Tehát az biztos, hogy nem lett keresztre feszítve, az biztos, hogy nem ölték meg, és az is biztos, hogy felemeltetett az égbe. De az, hogy ki volt a helyettesítő, az egy bizonytalan dolog. Az, hogy pontosan a felemeltetése Jézusnak hogyan zajlott, hogy elaltatta Isten, vagy halálba bocsátotta Isten, tehát ez egy olyan terület, ami ingoványos terület a korán értelmezők szerint.
Al-Jazari, aki ebben az évben halt meg, azt mondja, hogy ez a Korán idézet azt jelenti, hogy Jézusnak vélték azt, aki hozzá hasonlóvá lett téve. Ezért azt vesztették el, ezt és ölték meg. De a messiást Isten felemelte magához, és ott van nála az égben. Én próbáltam egy összegzést készíteni az elhangzottaktól. A kommentátorok által beszélődött magyaráznak megegyeznek abban, hogy Jézus béke legyen vele, megmenekült azok elől, akik meg akarták ölni. És más valakit öltek meg, és vesztették keresztre, mivel azt gondolták, hogy Jézus az. Itt van néhány Korán fordítás, magyar Korán fordítás, például 1831-ből Szentmajer Imre fordításában azt mondja, és mondták bizony, mi öltük meg a Jézus Krisztus Mária fiát, Isten küldöttét, meg nem ölték meg, és meg nem feszítették, hanem képe hasonlatossága vettetett elejekbe. Látszik, hogy erre a Korán fordítása még a középkori olyan szellemiség volt hatással, mert ugye az arcképe vagy arcmása rátettetik, tehát ez a középkoron volt igazán hangoztatva, a muszlim Korán értelmezőknél is. A Szemele Bertalan, nagyon érdekes, a Szemele Bertalannak van egy utazása, azt nem tudom pontosan, hogy honnan meríti ezt a fordítást, de közölte az utazásai, ugye Törökországban, amikor élt, az ottani utazását, vagy az odamutyát rögzítette írásba, és azt mondja, hogy egy hozzá hasonló ember téteték helyére, tehát ebben a bizonyos hasonlóvá tétetett helyén, így közli. Aztán Antalfi Mihály 1905-ben azt mondja, és efféle beszédjük miatt, ugye itt van egy előtörténet, amiben az írás népéhez fordul a Korán, akik bizonyítékot követelnek Mohamed profétától arra, hogy ő proféta. És azt mondják neki az írás népe Medinában, a helyi zsidóság egy része, akik ott éltek, de lehettek ezek keresztények, vándor szerzetesek is, megkérdezték tőle, hogy le tudsz-e bocsátatni az égből egy könyvet, mint ahogyan Mózes is könyvet kapott-e már. És ez a Korán idézetekben erre adott válasz jelenik meg, és sorjáztatja a Korán azokat a bűnöket, amelyeket az írás népek korábban elkövetett, viszont ennél a pontnál felmenti a zsidóságot, vagy a zsidóság azon részét, mert a zsidókat, attól a vádtól, hogy ők lettek volna azok, akik megölték volna Jézust, vagy ahogy a keresztény író mondaná, hogy az istengyilkosság alól menti fel a Korán. Hiszen azt mondja, hogy íme, mi megöltük a messiást, Jézus Máriát, pedig nem ölték meg. Ez nem történt meg. Még ha ezt dicsekedve is mondják esetleg, ez nem történt meg. És nem is ölték meg egy bizonyosság szerint. Sőt, inkább felemelte őt Allah magához. Most nem fogok itt tovább magyar Korán fordításokkal foglalkozni, de azért pontig még kitérnék arra, hogy vajon egyedül a Korán mondja azt, hogy Jézus, nem Jézus halt meg a kereszten? A második században kezdett János cselekedetei szerint Kirénei Simont feszítették keresztre. Mi ez a gnosztikus időszak a kereszténység forrásai tekintetében. Basszeliétész is századjában halt meg, ugyancsak Kirénei Simont feszítették meg, mondja. Aztán van egy másik apokrif, ez egy apokrif evangélium, ugye ez a János evangélium, vagy egy János cselekedetei, ugye amit Nag Hammadiban találtak meg Egyiptomban, de ugyancsak Barnabás evangélium, hasonló apokrif, azt veti fel, hogy nem Kirénei Simon az, mert Kirénei Simon az, aki a bibliai történet szerint viseli a keresztet Jézus helyett a Golgota hegyéig. Barnabásában ugye viszont Iskariót Júdás, megint elé kerül, ugye Iskariót Júdás az, aki kereszt halált hal. És van még egy, egyébként a keresztény forrás, de ez csak a muszlim hagyományban őrződött meg, hogy egy bizonyos Sergius, vagy Sirgis, görögös kiejtése, Sirgis, magára vállalta Jézus helyett a kereszt halált. Ugye emlékeznek arra, amit mondtam, hogy volt egy olyan magyarázat, hogy valakit kiválaszta Jézus a társai közül, hogy ezt a feladatot elvégezze. Hát itt köszön vissza. Itt van egy részlet Barnabás evangéliumában, ez egy 16. századi lelet, valószínűleg nem eredeti, nagyon sok vita volt erről, nagyon érdekes képet vett fel Barnabás evangéliuma,
Azt mondja a 220. részben, szó szerint, azt mondja, ha bár én ártatlan vagyok ebben a világban, az emberek mégis Istennek neveznek, és Isten fiának. Azért pedig, hogy az ítélet napján ne legyenek a démonok gúnyolásának, ne legyek a démonok kigúnyolásának kitéve. Itt ugrok egyet. Azt mondja, Júdás halála révén, elhitetvén mindenkivel, hogy én haltam meg a kereszten. És ez a megvetés folyamatosan fog tartani Mohamed, az Isten küldötte megjelenését. Na hát ez az a bizonyos evangélium, ami nagyon sok vitát kavart, és úgy is valószínűleg kavarni. Lehet, hogy már túléptem itt lassan az időket. Egy perc. Itt vannak ilyen, tehát a Korán értelmezők nem csak a Korán szövegéből indulnak ki, amikor cáfolni kívánják Jézus kereszthalálát, hanem a Bibliából is hoznak idézeteket. Van olyan rész, azt mondja, Jézus nem készült a kereszthalálra, igyekezett elkerülni azt, hogy emlékeznek arra, azt mondja, Máté evangélium 26. része, és kissé tovább, mert Jézus arcra borult, és így imádkozott, Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Tehát, mintha a korán értelmezők azt mondják, azt sugallja Jézus, hogy ő nem állt szándékában meghalni. Vagy a Lukács evangéliumában, amikor elküldi a tanítványait kardokért, azt mondja, akinek van elszínje, vegye elő. Ugyanúgy a tarisznyát is, akinek nincs kardja, adja el felső ruháját, és vegye. Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, hogy meg van írva, és a bűnösök közé sorolták, mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik. Erre így szóltak, uram, íme, van itt két kard, ő pedig azt felelte, elég. Tehát ezek azok az érvek, most csak kettőt tudtam, hogy most az idő hiánya van megvillantani, de van nagyon sok érve, hogy próbálnak a muszlim hittudósok utalni, és még egy utolsó, igen, van egy kép. Ez a szobor, egy szobor együttesnek a része. Ábrahám prófétát ábrázolja, és a szobrász Wagner Dándor szerint szeretné ábrázolni. Az előbbi idézetben ugye azt hallottuk, hogy arcra borult Jézus. Ez az a momentum, amiben Ábrahám proféta, Jézus, Mózes, az összes ószövetségi proféta, Jézus is, és Mohamed proféta is találkozik, az alázat. Az Isten irányába tett alázatos cselekmény. Tehát ez az, ami leginkább összeköti ezt a három vallást, és ezt azért szerettem volna hangsúlyozni, tehát nyilván itt még lett volna sok minden, amit be lehetett volna mutatni, melyek azok a vallási csoportok, amelyek a kereszténység korai történetében kilettek kerekesztve, és mint egy keresztény, mint egy református teológus mondta, mindazok irányzatok nézetei, amelyeket elnyomtak a kereszténység korai történetében, mintha egyetlen új vallásban, az iszlám vallásban robbantak volna ki. Hát, legyen ez most az zárszó, köszönöm szépen a lehetőséget, elmondhattam, és köszönöm a kedves figyelmüket. Pál apostol írja első korintusi levélbe, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet át is vettetek, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodott módon lettetek hívőkké, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadta a harmadik napon. És nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy Munif és Szabolcs elfogadták a felkérést ma estire. És őszintén remélem, hogy attól függetlenül, hogy valakit muszlimként, keresztényként, vagy éppen semleges érdeklődőként van jelen ma este, mindenki meghallgatja a másikat tisztelettel, mindenki, ha nem is itt helyben azonnal, de kérdéseket tesz fel, akár magában is, és akár új ismerősökre is tehetünk szert, hiszen vannak itt minden oldalról jelen ma este, aminek nagyon örülök. Ugye a ma este kérdése, amit már a felvezetőben hallhattátok, az, hogy keresztre feszítették-e Jézust. Ugye mi keresztényként valljuk azt, hogy a názareti Jézust körülbelül 30-33-ban keresztre feszítették Júdeában Poncius Pilátus helytartónak az uralkodása idején.
A muszlimok egy része, ugye Jeruzsálemben, a muszlimok egy része máshogy gondolkodik erről, és bár különböző magyarázatokkal találkozhatunk, ezt majd látni fogjátok, abban megegyeznek szinte mind, nem mindenki, de szinte mind, hogy Jézust nem feszítették meg, vagy ha megfeszítették, akkor túlélte a keresztre feszítést, és ezt a Korán 4. szúrájának a 157-158. ájái alapján vallják. Ami ugye azt mondja ki, hogy Jézus Krisztus nem halt meg. Ugye a ma este kérdése tehát az, hogy keresztre feszítették-e Jézust, és amikor erre a kérdésre kerestem a választ, 3 pontba sűrítettem azt, amiből talán megkaphatjuk ma este erre a kérdésre a feleletet. Először meg kell néznünk, hogy mit mondanak az evangéliumok, aztán meg kell néznünk, hogy a Biblián kívüli források mit mondanak erről, végül pedig mi áll a Koránban a keresztre feszítéssel kapcsolatban, és hogyan lehet ezeket értelmezni. Először is tehát az evangéliumok egybehangzóan állítják azt, és bárki, aki elolvassa az új szövetségi evangéliumokat, a 4 evangéliumot, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, hiszen egyrészt Jézus is többször beszél az ő haláláról. Nem egyszer, nem kétszer, többször beszél a tanítványainak arról, hogy ő meg fog halni. Például Márk evangéliumában, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Aztán mindegyik evangéliumi beszámoló kivétel nélkül megörökíti Jézus Krisztus halálát, keresztre feszítését és kereszthalálát, ahogyan például Máté evangéliumában olvashatjuk, ugye Jézus ismét hangosan felkiáltott, és ki lehelte a lelkét. Ez mindegyik, mind a 4 evangéliumban benne van. Aztán nem csak az evangéliumok, hanem az evangéliumon kívüli újszövetségi levelek is megerősítik azt, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítették és meghalt. Jézus apostolai is beszélnek erről, például Péter azt írja a levelében, áldottam mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre. Pál apostol ugye az ősi hitvallásban azt mondja, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint. Tehát nincs kétség afelől, hogy az új szövetség szerint Jézust megfeszítették, és meghalt a kereszten. De nem csak az új szövetség beszél erről, hanem az ókori történészek, az ókori forrásokban is találkozhatunk már ezzel. Például ugye Tallos, Tacitus, Josephus Flavius, vagy akár a Talmud, ezek mind-mind megemlítik azt, hogy Jézus élt, és keresztre feszítették, és meghalt. Az ókori történetírók közül senki nem vitatta ezt a kérdést. De nem csak ők, hanem a modern történészek, legyenek azok keresztények, vagy ateisták is, egyöntetűen, kivétel nélkül vallják azt, hogy Jézus élt, megfeszítették, és meghalt. Például láthatunk itt néhány példát, E.P. Sander, aki nem keresztény történész, azt írja, Jézus kivégezték a római helytartó Poncius Pilátus alatt. Aztán Crossan, a Jézus szeminárium alapítója, aki a történeti Jézus kutatás egyik nagy alakja, és finoman szóvasan nevezhető konzervatív kereszténynek, azt írja, a keresztre feszítés történelmi szempontból annyira biztos, amennyire csak lehet. Vagy éppen Bart Ehrman, aki keresztényből lett agnosztikus, állítja azt, írja azt, hogy a történelem egyik legbiztosabb ténye, hogy Jézust keresztre feszítették, Judea helytartójának, Poncius Pilátusnak az idején, mondja ugye Ehrman, újszövetségi kutató. De nem csak az ateista és keresztény történészek állítják ezt, hanem muszlim történészekkel is rengeteggel találkozhatunk, és muszlim kutatóval, akik ugyanezt vallják. Például Allama Abdul Rahman Saidi azt írja, Isten megtisztelte Jézust azzal, hogy elküldte az ő tanítványait szerte a világba, az ő életében és halála után. Aztán professzor Masudul Hassan írja, elárulták a zsidók, mármint Jézust, és megfeszítették, Allah felemelte őt a mennyekbe. Ugyanezt olvassuk például Reza Aslannál, végül csak 2 történelmi tény marad a názáreti Jézussal kapcsolatban, melyekben biztosan megbízhatunk. Az első az, hogy Jézus egy zsidó volt, aki az első század elején Palesztinában egy népszerű zsidó mozgalmat vezetett. A második, hogy ezért a rómaiak megfeszítették. De lehetne még sorolni a muszlim kutatókat, teológusokat, történészeket, Egyiptomtól Iránon át, Szaúd-Arábián keresztül, szerte a világban, akik ugyanezt vallják mai napig is, Jézus Krisztus kereszthalált halt. Tehát ebben sincs történelmi kétség. De van akkor miért vallják ma a muszlimok egy része miért vallja azt, hogy Jézus Krisztus vagy nem feszítették meg, vagy ha megfeszítették is, nem halt meg.
Ugye hadd olvassam fel még egyszer az ide vonatkozó szúrának két ájáját, amit már ma hallhattatok ma este. És mert azt mondták, mármint a zsidók kérkedtek, bizony megöltük a messiást, Jézust Mária fiát, Allah küldöttét. És nem ölték meg őt, és nem is feszítették meg, hanem csak úgy tüntetett fel nekik. És akik vitáznak vele kapcsolatban, azok kétségben vannak. Nincs biztos tudásuk, hanem csak feltételezéseket követtek. És bizonyos, hogy nem ölték meg őt. Nem, Allah felemelte őt, mármint Jézust ugye, magához. Szeretném, hogyha ma este az én szemszögemből is, az én kutatásom alapján megnéznénk röviden, hogy milyen értelmezései vannak ennek a szakasznak a muszlimok körében, ugyanis nem fogadja el mindenki egyöntetően azt a verziót, amit Muniftól az előbb hallhattunk, és ezek után szeretnék egy saját magyarázatot is felmutatni. De alapvetően itt látjuk a legtöbb értelmezést, ami előfordul a muszlimok körében. Ugye az első, amiről Munif is beszélt, a helyettesítési teória, ez szerint megtörtént a keresztre feszítés, úgy tűnt, hogy Jézus Krisztus feszítették meg, de valójában valaki más halt meg helyette. Ez az elgondolás azonban, és ezt nagyon fontos kiemelni, ahogyan láthattuk Munif beszédében is, nem a Koránból származik, ez a Koránon kívüli hagyományokból került be a muszlim hiedelembe. Vannak, akik szerint Júdás feszítették meg, valaki szerint Cirénei Simon, valaki szerint akkora volt a kavarodás, hogy Barabás feszítették meg Jézus helyett azon a napon. Azonban számunkra a lényeg, hogy a helyettesítési teóriának nincsen semmiféle alapja a Koránban. És ez a gyengesége is ennek az elméletnek, mivel nem a Korán értelmezi a Koránt, márpedig a muszlim hittudósok szerint az elsődleges megközelítése a Korán szövegének az, hogyha engedjük, hogy a Korán magyarázza önmagát, a Korán értelmezze a Koránt, a Korán magyarázza meg magát. A második teória szerint a rómaiak feszítették meg Jézust, és nem a zsidók, tehát megfeszítették, akár meg is halhatott, csak nem a zsidók tették. Azonban ezzel van egy probléma, ugye nem magyarázza meg a zsidók kérkedését ezzel az eseménnyel kapcsolatban, és rengeteg kérdést nyitva hagy. Nem ez a legjobb magyarázat az összes közül. Aztán van, aki szerint túlélte Jézus a keresztre feszítést, megfeszítették, elájult és túlélte azt. Ez például az egyik legnépszerűbb muszlim apologétának, Shabir Ali-nak az értelmezése, és az Ahmadiknak is az értelmezése. Szerintük ugye megfeszítették Jézus, de nem halt bele. Ez ugye orvosilag sem egy elfogadható magyarázat, hiszen nem volt olyan ember, aki a történelemben, aki egy teljes keresztre feszítést túlélt volna. Másrészt a Korán sehol nem említi ezt, hogy Jézus elájult volna a kereszten, és túlélte volna így a megfeszítést. Ez tehát erre nem következtethetünk közvetlenül a Koránból. Aztán a következő magyarázat szerint senkit nem feszítettek meg, ez csak egy látomás volt. A zsidók és a jelenlevők csak egy látomás, egy víziót éltek át. Ennek a magyarázatnak az előnye az, hogy van helye a muszlim teológiában, hiszen Allah küldhet látomásokat, ez nem áll ellen a Korán többi tanításával. Azonban keveset mond el arról ez az elmélet, amit a Korán egész alapján tudhatunk Jézusról és erről az eseményről, mert látni fogjuk. Aztán az elválasztási teória a következő, ami szerint Jézus testét megfeszítették, de a keresztre feszítés előtt a testét elhagyta az ő lelke. Ez szintén nem mond el semmit, nem mond el szinte semmit ahhoz képest, amennyit a Korán leír a témáról, tehát ez a magyarázat is kevés. És az utolsó pedig nem tudjuk, hogy mi történt. Nem tudjuk, hogy meghalt-e Jézus a kereszten, vagy nem halt-e meg. Ami biztos, hogy a zsidó vezetők nem feszítették meg őt, nem ölték meg Jézust, ez minden is Allah magához vette. Ezt a nézetet vallják egyébként a 20. század legjelentősebb Korán magyarázói, például Said Kutab, vagy Said Abdul al-Maudidi is, aki például ezt írja. A Korán explicit, vagy szó szerint kimondja, hogy a zsidók nem jártak sikerrel Jézus kivégzésében, és azt, hogy Allah felemelte őt magához. De néma marad az esemény természete és részletei kapcsán, így nem mondja azt, hogy Allah testét és lelkét is magához emelte a földről valahova a mennyekbe, sem azt nem mondja, hogy a többi halandóhoz hasonlóan meghalt, és csak a lelke emeltetett a mennyekbe. Így a Koránnál maradva egyik értelmezés sem lehet határozottan cáfolni, vagy elfogadni. Tehát a Koránnál maradva. Ugye
ezen álláspont erőssége az, hogy nem lépi át a Korán határait, azért, hogy mindenképpen választ adjon azokra, amik oda le vannak írva. A gyengessége viszont az, hogy nem meríti ki azt, ez sem, mint a Korán tanít a kérdésben. Nem használja a Koránt eléggé arra, hogy választ adjon. És itt a ma este kérdése, hogyha valaki muszlimként ül itt, akkor ezek közül, a teóriák közül melyiket választja, melyiket fogadja el, és miért fogadja el azt? Ez szükséges és fontos mindenkinek tisztáznia magában. Mert mit látunk a fentieket figyelembe véve, hogyha megnézzük, amiről eddig szó volt? Azt látjuk, hogy a keresztények egyöntetűen, az ateista történészek egyöntetűen, a muszlimok egy tekintélyes része is elfogadja tényként, hogy Jézust megfeszítették és meghalt a kereszten. Egybehangzóan vallja ezt a négy evangélium, és az Új Szövetség többi része evangéliumokon kívüli része, és az ókori történetírók, akik Jézust említik, és erről az eseményről beszámolnak. Ez az egyik oldal. És ott van a másik oldal, hogy a muszlim kutatók abban sem tudnak megegyezni, hogy meghalt-e Jézus, vagy nem halt-e meg, hogy keresztre feszítették, vagy nem feszítették-e keresztre. Hogyha keresztre feszítették, akkor kit feszítettek meg, Júdást, Barabást, vagy Cirénei Simont? Vagy Jézus testét, vagy a lelkét is magához emelte alak, vagy ez teljesen mást jelent? Tehát a muszlimok azok, hogy láthattuk, akik találgatásokat, feltételezéseket követnek, és nincs biztos tudásuk véleményem szerint ebben a kérdésben, nem pedig a keresztények. Összegzésként a fentiek kapcsán szeretném még elmondani, hogy egyik elmélet sem engedi meg azt, hogy a Korán önmagát magyarázza, és ez ezeknek a hibája. Márpedig az elsődleges út, amin keresztül megérthetjük a Koránt, az az, hogyha hagyjuk, hogy önmagát értelmezze, és én ezt szeretném most tenni, és bemutatni egy másfajta értelmezést. Ja, még egyszer felolvasnám a szakaszt, mert fontos lesz, és mert azt mondták, hogy már mint a zsidók, bizony megöltük a messiást, Jézust, Mária fiát, Allah küldöttét, de nem ölték meg őt, és nem is feszítették meg, hanem csak úgy tüntetett fel nekik. És akik vitáznak vele kapcsolatban, azok kétségben vannak, nincs biztos tudásuk, hanem csak feltételezéseket követnek, és bizonyos, hogy nem ölték meg őt, nem, Allah felemelte őt magához. Mit mondanak ki ezek a versek? Négy dolgot mond ki a Korán itt, hogy a zsidók, akik azzal kérkedtek, hogy megölték és megfeszítették Jézust, nem tették ezt meg. Aztán úgy tűnt mint a zsidóknak, mintha ezt megtették volna. Azoknak, akik nem értenek egyet ezzel, azoknak nincs tudásuk erről, és Allah magához emelte Jézust. De mit nem állítanak ezek a versek? Ugye a Korán mindössze annyit állít, hogy a zsidók nem ölték meg és nem feszítették meg Jézust, de ez nyilvánvalóan nem ugyanaz, mint azt állítani, hogy Jézust egyáltalán nem feszítették meg. Aztán a Korán nem említi azt, hogy bárkit helyette feszítettek volna meg, végül pedig nem állítja, hogy testileg emelte magához Allah Jézust. A kérdés tehát, hogy hogyan magyarázza a Korán ezeket a verseket. Először is, hogy ezt megtudjuk, és választ kapjunk erre a négy állítás, hogy hogyan lehet ezeket értelmezni. Először fel kell tennünk a kérdést, mit jelent kérkedni valaki meggyilkolásával, és azt hallani, hogy a zsidók tették, hogy nem ők tették meg a Korán szerint. Az, hogy ezt megértsük, az iszlám haláról szóló tanításához kell fordulnunk. Ugye azt olvassuk a Koránban, hogy Allah veszél a lelkeket a haláluk idején. Aztán egyetlen lélek sem hal meg, kivéve Allah engedelmével egy elrendelt időpontban. Bizony, mi adunk életet, és mi küldünk a halálba, és hozzánk van visszatérés, írja a Korán. Így csak úgy tűnik, mintha mi ölnénk meg valakit. Valójában ez nincs így, és nem ti öltétek meg őket, mondja a 8. szúra, hanem Allah ölte meg őket. Ez az utolsó vers a mudzsáhidokra vonatkozik, akik dzsihádban harcoltak, és azzal kérkedtek, hogy megölték a mekkaiakat, arra kell pedig azt mondta nekik, hogy nem ti öltétek meg őket, nem ti öltétek meg őket, hanem Allah ölte meg őket. Érdekes, mert ugye a Korán ugyanezt mondja Jézus halálával kapcsolatban. Aztán mit jelent az, hogy valaki csak úgy tűnik fel, mintha meghalt volna, de valójában mégse halott. Ezt olvassuk a Koránban. Ne mondjátok azokról, akiket megölnek Allah útján, hogy halottak. Nem. Ők élnek, csak ti nem vagytok ennek tudatában. Mit látunk? Hogy azok, akik Allah útján harcolnak és meghalnak, a mártírok, mit nem szabad mondani róluk? Az, hogy meghaltak. Ugyanis ők élnek. Nem mondjuk rájuk, hogy halottak. Tehát ha egy mudzsáhid meghal, vagy mártír meghal az iszlámban, akkor nem lehet rájuk azt mondani, hogy halottak, mert élnek Allah mellett. Ugyanezt vallja Said Kutub is, és az iszlám hagyományra kitér, és azt mondja, mártírok, az iszlámban meghalt mártírok, élő mártírok. Tehát ezek az emberek csak úgy tűnnek, mintha meghaltak volna,
mint ha halottak lennének, de bár fizikailag nem élnek, mégsem haltak meg. Végül pedig mit jelent, utolsó előtti pont, mit jelent az, hogyha valakinek nincs tudása, mint a zsidóknak nincs tudása ezzel kapcsolatban, vagy a keresztényeknek, ugye az iszlám szerint. Ezt olvassuk Koránban, hogy a láthatatlan és a megnyilvánul, tehát látható dolgok tudója Allah a legnagyobb és a legmagasztosabb. A Korán úgy láttatja magát, mint az igaz tudás forrása, felmutatja az embereknek nem csak a láthatót, hanem a láthatatlan dolgokat is, amit a nem hívő nem ismerhet, nem tudhat. És mivel a legtökéletesebben a Koránból ismerhetjük meg a Korán szerint a látható és láthatatlan dolgokat, ezért a valódi tudás forrása maga a Korán. Így azok, akik azzal kérkednek, hogy megölték Jézust, egyszerűen csak nem ismerték a Korán tanítását erről, a mártíromságról, tehát hogy nem ők ölték meg, hanem Allah ölte meg őt, és nem is halt meg, hanem ér Allah mellett. Végül pedig mit jelent az, hogy Allah felemelte őt, mert Jézust magához? Ugye a következő koráni ája szintén a mudzsáhidokra vonatkozik, és azt írja, és ne gondoljátok azokról, akiket megöltek Allah útján, hogy halottak. Nem, ők élnek, és ellátásuk van az uruktól. Ugye újra csak ugyanazt látjuk, hogy akik Allah útján haltak meg, valójában nem halottak, hanem élnek. Nem gondolhatunk rájuk úgy, mint halottakra. Hiszen élnek Allah mellett. A mártírok tehát a paradicsomban vannak, de nem testileg. És ugyanezt látjuk Jézus megfeszítésével kapcsolatban. De hogyan lehet ezt akár muszlimként is alkalmazni? A mai este akár. Képzeljétek el, hogy muszlimok vagytok, és egy nem muszlim kérkedik nektek azzal, hogy megölte a barátotokat, aki Allah útján élt, Allah útján járt, és Allahért küzdött. És a Korán szerint mit mondhatsz te neki? Azt mondhatod, hogy nem, te tévedsz, te nem ölted meg őt, hiszen Allah ölte meg őt. És ráadásul nem is halott, hiszen mártír volt, hanem él Allah mellett, Allah felemelte őt magához. Így amikor a Korán a keresztre feszítésről ír, valójában egy mártír Jézusnak, Iszának, mint mártírnak a haláláról beszél. Azt a láthatatlan valóságot írja le tehát, az, hogy Jézus Allah mártírja, aki nem halt meg valójában, ami a Koránban a Korán által válik nyilvánvalóvá. És ez nem valamiféle okoskodás, ezt szeretném leszögezni, hiszen például Abu Hatima, Razi, Neil Robinson és Cyril Grasse is ugyanerről írnak az iszlámról szóló enciklopédiáikban. Valamint ennek a magyarázatnak a fényében érthetjük meg azt, amit a Korán többi része Jézusról mond. Ugye több helyen találkozunk azzal, hogy Jézus meghalt, például a 354-55-ben és az 517-ben a mutavafi szó állami halált jelent más helyeken. Tehát így a Korán teljességét könnyebb értelmeznünk. Mi tehát a konklúziónk? A ma este kérdése... Keresztre feszítették-e Jézust? Ugye láthattuk, hogy az evangéliumok szerint igen, az új szövetség többi része egyetért ezzel. Láthattuk, hogy az ókori történészek is mind kivétel nélkül, akik erről beszélnek. A modern ateista keresztény történészek is egyetértenek ezzel. Végül pedig a muszlim kutatók egy tekintélyes része is elfogadja ezt. Láthattuk, hogy a muszlimok azok, akik találgatásokat követnek, és nincs biztos tudásuk ebben a kérdésben, nem pedig a keresztények. Láthattuk, hogy a Korán leírás egy mártír megfeszítésének a beszámolója, láthatatlan valóság leírása, nem a történelmi tények tagadása. De miért fontos ez? Azért, mert ez egy olyan terület, ahol ma este szerintem Munifal is és az összes jelenlevő muszlimmal egyetérthetünk, ahol egymásra találhatunk, egyetértésre juthatunk. Természetesen nem fogunk egyetérteni abban, hogy mi Jézus halálának a jelentősége, hogy ő miért halt meg, de legalább egyetérthetünk abban ma este, hogy a Korán szerint is Jézust megfeszítették és meghalt. Köszönöm szépen! Jó, akkor kezdhetem? Igen. Jó. Elhozunk Gergő részéről mikrofont. Hogy Abdurrahman el-Szadi szerint elképzelhető a kereszthal. Én már utaltam rá, Abdurrahman el-Szadi, aki 1956-ban halt meg, és ezt tegnap még egyszer megnéztem, azt mondja erről a Korán idézetről, azt jelenti, hogy nem Jézust, hanem valaki más öltek meg, és feszítettek keresztre. Tehát a lényegi ponton, itt valami tévedés lehet Gergő részéről, mert el-Szadi az arab forrásban ezt mondja szó szerint. Azt jelenti, hogy nem Jézust, hanem valaki mást öltek meg, és feszítettek keresztre. Ez az első. A második pont. A bibliai érvekre most lesz egy kis idő legalább kitérni, ugyanis nem elhanyagolható tény az, hogy a doketisták a második században
Sok ezeret, tehát nem egy-két emberről van szó. Egybehangzóan azt mondták, hogy Jézus nem halt meg, hanem Jézus helyett Kirénéi Simont feszítették meg. Ez az apokrif evangéliumok részében. Térjük vissza pillanatra még itt a főbibliai érveknél. Elhangzott az Gergő részéről, hogy Jézus tudta, hogy ő meg fog halni. Ki az, aki nem tudná, hogy meg fog halni? Hát minden ember tudja, hogy valamikor meg fog halni. Sőt, azt is tudta Jézus, hogy a zsidóság egy része megölte a profétáit. Ez egy elég, hát sokszor előforduló dolog volt. Itt van például János, ugye? Keresztelő János is megölték. Tehát számított arra Jézus, hogy is a többet meg fogják ölni. De szeretett volna vajon meghalni? Nem véletlenül olvastam fel. Jézus nem készült a kereszt halálra. Igyekezett elkerülni azt. Aztán nagyon fontos az, hogy volt-e valami szent ami a kereszt feszítésnek? Ugyanis a muszlim hagyományban a muszlim tudósok azt mondják, hogy egyetlen tanítványa, még egyszer mondom, egyetlen tanítványa, 12 tanítvány közül nem volt Jézus mellett, amikor keresztre feszítették. Miért? Mert egyszerűen megijedtek a Getsemáni kertben való kijövetelnél, és szétszélettek. Nem maradtak ott a helyszínen. Kikről beszél a Biblia, és hol álltak a keresztre feszítésnél? Nézzük meg a következő képet. Három evangéliumban, a szinoptikus evangéliumban Máté, Márk és Lukács azt mondják egybehangzóan. Volt ott sok asszony is, akik távolról, még egyszer mondom, távolról figyelték mindazt. Ugye a római katonák nem engedtek oda csak úgy bárkit a kivégző helyre. Egyedül János az, tudjuk, hogy János evangéliumát már sokkal később fogadta el kanonikusnak az egyház történet. Azt mondja, Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére. Ez a kép jelenik meg általában a keresztényeknél, ugye? De a valóság biztos, hogy ez? Biztosan ez történt, hiszen három evangélium az egyetlen. Három evangélium azt mondja, hogy akik figyelhették és láthatták, azok mind távolról szemlélték mindezt. Nézzük tovább. Itt a dogmatistákról beszéltem. Ők egyenesen tagadták Jézus kereszt halálát. De vannak itt súlyosabb érvek is, és vagy súlyosabb csoportok is, az adjamiták egyenesen Jézus istenségét is tagadták. Ezek azok a vonulatok, amik végig mentek a kereszténység történetének, ilyen fogadtak az unitárius vallás, tudjuk unitárius, hogy ilyen hasonlóan Szent Háromságot is Jézus is tagadják, vagy akár Jehova tanúk. Ez számos csoport van ma is, jelenleg is, amelyek tagadják a Jézus, tehát nagyobb dolgot tagadnak, mint pusztán azt, hogy Jézus keresztetették, hanem magát a legfőbb elemét a kereszténységnek, hogy Jézus Isten lenne. Ezt ugye az iszlám is tagadja, de ez mostani értésnek nem ez a lényege. Ezek nem elhanyagolható csoportok, ezek jelentős csoportok voltak. Rendkívül széles, hogy mondjam, repertoár tudatot nekünk Gergő, arról mit mondnak a korán értelmezők, és mit mond maga a korán. Ez mind szép és jó, de vajon? A korán értelmezők, hát hogy mondjam, meghasoltak önmagukkal? Amikor elkezdik olvasni a korán idézetet, és egyértelműen ott van, hogy nem ölték meg, és nem feszítették fel. Ez két tagadó mondat, két egymás után jelentkező tagadó mondat. Lehet-e úgy értelmezni, bármi is álljon ezután a mondat után, hogy tulajdonképpen mégsem ez történt, meg az ellenkezője történt meg? Mert Gergő nem mást akar bizonyítani, mint ezt. Hogy annak ellenére a korán egyértelmű, és azt mondják arra, hogy mohakem. Mohakem azt jelenti, a korának két része van, vannak egyértelműen meghatározott jelentésű korányézetek, és vannak olyanok, amelyek nem egyértelműek, és rászorulnak arra, hogy az ember megkeresse, így van, a korán értelmezés által, hogy mi lehet ennek a résznek a valós jelentése. Ugye itt volt egy pillanatra eznek a Teofágyének a jelentése. Nem úgy van, ahogy Gergő mondta, mert a Teofágyének legalább három jelentése van a koránban. A tavattal azt jelenti, hogy beteljesít. Isten az ember életidejét beteljesíti. Vagy alvásba viszi éjszaka, ugyanis az iszlám szóhasználatában a wafá szó jelenthetne kis halált, tehát az alvás alatti halált. Nem csak alvás alatti állapot, azt az iszlám kis halálnak nevezi. És harmadik helyen jön csak az, hogy valaki elveszi a lelkét az embernek. Természetesen Isten az, aki elveszi, de az iszlám teológiában van halálangyala, aki felelős azért, hogy a hívő lelkét, vagy a hitetlen lelkét, mindkét lelket kivegye az emberből. Ugye? Azt mondja a Korán. Allah elragadja teljességben a lelkeket, amikor eljön halálok ideje,
és amelyek még nem haltak meg, azokat az állunkban ragadja el. És visszatartja azokat, amelyeknek már elrendelte a halálát, és elküldi a többit az életben vissza egy meghatározott ideig. Tehát a Teofa igének a valódi jelentése az nem egyértelmű az, hogy halál, sőt, annál inkább jelenti azt, én bizony teljességgel elragadnak téged. Emlékezz arra, amikor Allah azt mondta, ó Jézus, én bizony teljességgel elragadnak téged, mondta a fiéke, és felemellek magamhoz, és megtisztítanak azoktól, akik nem hisznek. Ugye ez van, mondta a fiéke, valóban többféle jelentést közöltek a Korán értelmezők, de abban egyetértenek, és itt mutatom most a végkonklúziót, a kommentátorok nagy része a Korán 3.55 versét Jézus testben és lélekben való elragadtatásaként és égbe emeltetéseként értelmezik. Itt visszamehetnék most, ugye nem ez volt a tárgya, beszélgetések, de valahogy megérezte meg a Gergő ezt az ige helyet, hogy ezt a Korán részletet fogja forszírozni, ezért kiemeltem itt ennél az összeállításnak, hogy 889-ben meghaltunk utányban azt mondja, elragadnak téged a földről halálod okozása nélkül. 100 évvel később a tavalyi, elragadnak téged a földről halálod okozása nélkül. Egyik helyen sincs az, hogy megüllek téged, vagy keresztre veszítenek téged. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm Muniknak a válaszokat. Én lehet, hogy sok mindent fogok érinteni abból, amit ő elmondott az előbb. Lehet, hogy valamit nem fogok érinteni, hogyha valamit nem érintek, akkor arra megpróbálok a következőben kitérni, hogyha valaki akkor sem kap majd kielégítő választ, akkor tegye fel nyugodtan a kérdések alatt. Ugye egyértelmű a történészek, ókori történészek és az új szövetség álláspontja ebben a kérdésben. Bármennyire is egyébként általános hozzáállás ez a muszlim apologéták részére az új szövetség hiteltelenítése, ellentmondások felmutatása, vagy éppen ugye a kétség ébresztése abban, hogy Jézus meg akart-e halni, vagy nem akart-e meghalni. Ugye általában itt az a probléma, hogy ugyanazokat a könyveket használják arra, hogy bebizonyítsák, hogy Jézus nem akart meghalni, vagy nem halt meg, amik egyébként leírják azt, hogy meghalt, és hogy egyébként ő készült az ő halálára. Hát Jézus nem abban a tudatban volt, hogy majd egyszer meg fog halni, hanem azt írja Márk evangéliuma, hogy azért jött az emberfia, hogy életét adja váltságul sokakért. Azt mondja Márk evangéliuma szintén a 8. rész, hogy tanítani kezdte őket, mármint a tanítványokat Jézus, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Ő azt konkrétan tudta, hogy mi fog vele történni, kik fogják megölni, és mikorra fog feltámadni. Jézus nem akarta elkerülni a kereszt halált, hiszen ő beszélt róla többször is a tanítványoknak, hogy miért mennek Jeruzsálembe, mi fog ott történni vele. Amikor az egy másik kérdés, hogy hogyan értelmezzük azt, hogy Jézus ugye a főpapi imájában miért és hogyan imádkozott. De nem tehetjük meg azt, ezt mazsalázgatásnak nevezi, hogy kiragadok egy részt a Bibliából, és azt mondom, hogy ez alapján Jézus el akarta kerülni a halálát, de nem értelmezem azt a teljes új szövetség, vagy akár a könyvnek a fényében, hogy hogyan illeszkedik az a könyv kontextusában. Én sem tehetem meg, hogy a Koránból kiragadok egy-egy verset, és akkor rámutatok, hogy na tessék, Allahnak keze van, és elmondhatom, hogy Allah olyan, mint mi, ember is van keze, vagy van arc, miközben mindenki tudja, hogy a Korán többi része alapján nyilvánvaló, hogy Allahnak nincsen szó szerint keze, ez ugye csak antropomorfizmus. De többször elhangzottak itt Munif részéről a doketisták, akik tagadták Jézusnak a kereszt halálát, de én nem hiszem, hogy Munif nagy barátja szeretne lenni a doketistáknak, ugyanis a kérdés, hogy miért tagadták ők Jézus kereszt halálát? Azért tagadták, mert a doketisták szerint minden, ami test, minden, ami testi, és ilyen valóság, mint amiben mi élünk, testi valóság, az bűnös, az mocskos, az szennyes, és így Jézus nem lehetett bűnös, mocskos, szennyes, nem ölthette magára ezt a testet, hanem szellemben, lélekben kellett itt élnie a földön köztünk. Tehát tagadták azt, hogy Jézus, mint próféta, itt járt volna köztünk a földön testben, emberi testben, ami egyébként az iszlámnak is az egyik meghatározó tanítása, hogy Jézus testben jött el ebbe a világba.
Aztán a mutawaffiká és a mutawaffi szóval kapcsolatban Munif, én nem azt állítottam, hogy ez csak azt jelenti, hogy meghalni. Ugye 66-szor fordul elő, kigyűjtöttem a helyeket a Koránban. Ennek a szónak a gyöke, és nagyon nagy többségében egyértelműen fizikai halálra vonatkozik. Azt írják egzegéták, akik a Korán egzegézésével foglalkoznak, hogy magyarul talán hazahívjáknak fordíthatjuk ezt a szót, hogy hazahívásnak. Azonban ezen, tehát a 66, hogyha megvizsgáljuk, hogy hányszor és hogyan fordul elő ez a szó a Koránban, és megnézzük, hogy Jézussal kapcsolatban hogyan beszél a Korán erről, akkor világossá válik, hogy hogyan kell értelmeznünk a 157. verset a 4. szúrában. Ugyanis amikor Jézusról beszél, és azt mondja a Korán, hogy igen, ő vele ez történt, mutawaffiká, magamhoz veszek, felemelek fel magamhoz, akkor valóban a legtöbb fordítás, de nem mindegyik fordítás hozza, így egyébként vannak olyan koránfordítók, akik ezt megölni, ugye halálra adni ként fordítják ezt a szót itt, nem véletlenül, mert a kontextus veszik figyelembe. Ugye említettem, hogy keresztelő János is ugyanitt, ugyanebben a részben, ahol Jézusról van szó, szinte szó szerint, szóról szóra, pár verset később, ugyanúgy van leírva mártírként, mint ahogyan Jézus egy picivel előtte. Ugyanazokat a szavakat használja rá a Korán Jánosra, mint Jézusra. És a Korán ugyanezt a szót használja Jánosnál, ugye halálra adni, meghalni, mutawaffi. Míg Jézusnál vannak, akik máshogy fordítják ezt, és ugye felemelniként fordítják, hogy a Munif is használta, de a kérdés, hogy miért? Azért, mert egy előfeltevésből indulnak ki, és ez viszont körkörös érvelésé válik. Hiszen a Korán alapján, ugye szerintük a 4. szúra azt tanítja, hogy Jézus nem halt meg, hanem Allah felemelte őt magához, és ezért itt nem jelentheti azt, hogy Allah megölte őt. Azonban szerintem ezt pont fordítva kéne értelmezni, sőt, ugye a felemeltetés sem biztos, mit jelent az, hogy Allah felemelte magához Jézus. Ez is egy érdekes kérdés, a ráfá. Ugye ez is 22-szer fordul elő igeként és 6-szor főnévként a Koránban, és kétféle jelentés van felemelni valakit valahonnan, vagy valamit valahonnan, és valakinek a magasztalása, egy ember rangjának, értékének a magasztalását is jelenti ez a Koránban, és vannak olyan koránfordítók, akik így értelmezik és így fordítják Jézussal kapcsolatban, hogy Allah felemelte őt magához, ez nem azt jelenti, hogy testben vagy lélekben, vagy mindkettőben ugye felemelte magához, hanem Allah szó szerint ugye Jézus rangját, értékét magasztalta, ugye felmagasztalta őt mindenek fölé, nagyobbá tette mindeneknél. Ugye a fizikai mennybevételnek a Koránban nem nagyon van alapja, hiszen Allah nem helyhez kötött, tudjuk így hova magához venni Allah Jézust. Ugye a Koránnak van olyan verse, ami alapján Énokra lehet itt következtetni, hogy ugye Énokot is felvette Allah magához, így Jézus is felvehette. Azonban egyik jelentés sem, tehát ugye a magas rangra emel, és tényleg szó szerint felveszi magához Allah, egyik jelentés sem emeli a Korán a másik fölé. Tehát nem mondhatjuk azt minden kétséget kizáróan, hogy egyik vagy másik magyarázatot részesíthetjük előnyben. És egyébként ez a többi szónál, többi kifejezésnél is így van. Ez akár a mutawaffinál, amire Munif is kitért, és majd a többit majd a következő percemben. Köszönjük szépen! Még 5 percet kapnak. Még 5 percet kapnak előadóink, addig gondolkodjatok kérdéseken, mert utána megnyílt ér. Gergőre, köszönöm szépen ezt a nyelvtudományi megközelítést, hogy kigyűjtettem, hogy hány szó van a Koránban, ami a tawaffá igéhez köthető, hány szó, ami a rafá igéhez. Ez becsületére válik tényleg, hogy ilyen gondosan utána nézem, de a rafá igének van vonzata, tehát mint a magyar igéknél is, ugye van igekötő, igevonzat, az, hogy rafá azt jelenti, hogy felemel. De rafá ilenhi azt jelenti, hogy magához emelni. Most ezt nem lehet másképpen értelmezni, mint az, hogy Isten az ő közelségébe emel. Rafá ilenhi. De most eltekinthetünk szerintem ettől. Itt az alapnyelv, tehát hogyha a Gergőnek az arab nyelv
tudása az olyan nagyszerű lenne, hogy ezt a nyuanszki különbséget meg tudna tenni, akkor teljesen más iránt vehetne ez a beszélgetés. Ezért most szerintem tekintsük a nyelvtudományi megközelítésről. Viszont valamint ez a korán beszél arról, hogy Énokot fölemelte. Arról is beszél, hogy a Jézus felemelés, még Jézus felemelésének van egy másik vetülete, mégpedig az, hogy Jézus vissza is tér. Tehát az iszlám nem mást állít, mint hogy az a proféta, az iszlám szempontjából Jézus proféta volt. Fölemelte Isten magához a második égbe, hogy utána befejezze a földi pályafutását. Az iszlám azt állítja a Korán alapján, hogy Jézusnak a feladata még nincs kész, nem fejezte be. Vissza kell térnie a földre ahhoz, hogy jel, úgymond ismertető jele legyen a feltámadásnak. A Koránban a 43. szúra azt tartalmazza, hogy Jézus, miután a Korán bemutatja azt, hogy miként vitatkoztak az arabok, az arábiai arabok Jézus személyét illetően, azt mondja, hogy és ő lesz a végítélet, vagy a szeák, tehát a feltámadás órájának az ismertető jele. Erről aztán gazdag hagyomány keletkezett, hogy ez pontosan mit jelent. Azt jelenti, hogy a végítélet előtt itt lesz Jézus, és bizonyos cselekményeket végrehajt. Itt gazdag hagyományban azt mondja a muszlim hagyomány, a proféta béke legyen vele, Mohamed proféta hagyománya, hogy lejön Jézus, és megölni az Antikrisztus, a Dajjal. Hogy jön le, azt mondja a muszlim hagyomány, hogy Damaszkuszban, aztán bevonul Palesztinában. Palesztinában megöli az Antikrisztust, aztán 40 évig igazságos lét lesz a Földön, de aztán, mint minden halandó, Jézus is meghal. De a végítélet borzalmait már nem éli meg. Ő sem, meg de minden összes hívő, mert mindenki Isten elaltat. Tehát egy ilyen szellő végig söpör a Földön, minden emberi lény, aki egy Isten hívő volt, az elalszik, és a borzalmak, a végítélet borzalmai, azok csak a megáltalkodott gonoszokat érinti. Másik pont. Én azt is meg tudom érteni, hogy itt tulajdonképpen többféle értelmezése lehet annak, hogy Jézussal mi történt. Ezt a kereszténységben is többféleképpen vallották, és az iszlámban is. Az arányokra azért nem érdemes, hogy nagyon nehéz statisztikai adatokkal szolgálni arra vonatkozóan, hogy most a kereszténységen belül, mert ugye tudjuk, hogy az arianus szekta, azért valamikor azt is lehetne mondani, hogy az 4. századig bezárólag, akik ugye tagadták Jézus istenségét, azt lehet mondani, hogy többségben voltak a világban, az ariánusok. Aztán később ez változott. Ugyanez elmondható az iszlámról is, hogy a muszlim hagyomány a középkorban, a 12. századig kicsit barátkozott. Úgy látszik, hogy az iszlám keresztény viszonyok annyira jók voltak, hogy a korán magyarázók egy kicsit próbálták, hogy mondjam, közelíteni a magyarázatokat a keresztény magyarázatokhoz. De később aztán jött egy elkülönülés, egy visszatérés az eredetihez. Én azért mondtam, hogy 9. századi korán magyarázó nagyon óvatosan fogalmazott, és nem mondta ki azt, hogy mi történt pontosan, amit, hogy ki volt az a helyettesítő. Helyettesítőről beszéltek, a korai korán értelmezők legalább 200 éven keresztül, de a nevét azt csak a 11.-12. században próbálták megforszírozni, és nem véletlenül itt esett ugye a hiba, hogy egy második századon élő gnosztikus vagy nem gnosztikus, ilyen Tatianus személye, aki szír volt, és az evangéliumok harmonizációjára törekedett, és a 4 evangéliumból, vagy akár többből egy evangéliumot, a Dissertenius szerint hívják. Ezt írta meg, és ezzel ő mondjuk így, mivel Arábiában volt, közelebb volt tulajdonképpen a mai muszlimokhoz, ugye 7. században valószínűleg az ebioniták is a közelben élt, hatásuk még érezhető volt, és a monofiziták, ugye leginkább monofiziták. Ezek hatással lehettek a muszlimok gondolkodására, de alapvetően a Korán, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy önmagát az ábrahámi hit visszaállításának a letételményességnek tekinti. Tehát nem Jézus vagy Mózes nyilatkoztatásán alapul az, ami Mohamednek nyilatkoztatott, hanem Ábrahám vallása, millete Ibrahim Hanifeu már kellem nem musikén, ugye Ábrahám vallása az, amit kövessetek, mondja a Korán is, ő nem tartozott az Isten társított közé.
egyáltalán nem szeretnék nyelvészkedésbe belemenni, ugyanis én arabot nem tanultam, csak hébert, ami viszonylag közel áll hozzá, de azért mégsem ugyanaz. Azonban szeretnék helyreteni néhány dolgot. Én nem azt mondtam a végén, ugye a Ráfáhúvel kapcsolatban, hogy ez ezt kell, hogy jelentse. Én nem szeretnék állást foglalni ebben a kérdésben. Én felmutattam, hogy vannak ilyen értelmezések is. A Korán, ezzel zártam le, a Korán nem emeli egyik jelentést sem a másik fölé, tehát nem lehet kizárni azt az értelmezést, hogy például testben emelte Allah magához Jézust, vagy csak lélekben. Ugye ezzel kezdtem a nyitó prezentációmat. Szerintem, véleményem szerint Jézust Allah lélekben emelte magához a paradicsomba, ugyanúgy, mint a muszlim mártírokat, akik meghalnak. Ugye ott vannak Allahnál a paradicsomban. Nem igaz, hogy nem voltak szemtanúk Jézus kereszt halálánál, nem igaz, hogy a tanítványok szétszélettek és hetet-hét országba szétfutottak, el kellene olvasni Márk evangéliumának 14. részében az 50-54. verseket, Péter a főpap udvarába is követte ugye Jézust. Aztán a kereszténységben senki nem vallott többféle magyarázatot arról, hogy Jézust megfeszítették el és meghalt volna el. Ugye az ariánusok, akiket felhozott Munit, ők csak tagadták Jézus istenségét, de nem tagadták a megfeszítését és a halálát. A doketisták voltak azok, már az előbb említett okok miatt, akik ezt tagadták. Aztán Munif nagyon gyakran támaszkodik az apokrif evangéliumokra és az apokrif írásokra, amiknek a neve nem véletlenül apokrif írat, hiszen és nem hasonlítésszerűen nem kerültek bele a Bibliába, és nem fogadják el őket autentikusnak, nem csak a keresztények, hanem, mint mondtam, új szövetségkutató ateisták sem, mert megbízhatatlanok, mert később keletkeztek, mert olyan hatások érték őket, amik alapján tudhatjuk azt, hogy nem szemtanúk és nem hiteles, nem szemtanúk írták, és nem hiteles eseményekről számolnak be. Erről is lehetne vitát nyitni nagyon szívesen, legközelebb, hogy megbízható a Biblia, mennyire megbízható akár a Korán, hogyan hagyományozódott, tehát mi a helyzet az apokrifokkal, de ez a ma estének ugye nem ez a témája. Ugye felmerült még a Munif részéről, hogy kik álltak ott a keresztnél, távolról figyelték, na most, hogyha belemehetünk a görög nyelvészkedésbe, hogyha Munif szeretné, azonban, ha valaki megnézi a görög eredeti szöveget is ebben a szó, amilyen szó itt áll, az halló távolságon belüli távolról figyelést jelent. Ugye le is írják az evangéliumok, hogy az asszonyok, akik ott voltak a keresztény, ugye hallották Jézussal beszélt, szóval ez nem valami kilométeres távolságról szólnak az új szövetségi beszámolók. Aztán ugye említett egy idézetet a Munif, akiket elnyomtak, vagy amiket elnyomtak, amilyen irányzatokat a kereszténység hajnalán, azok, mintha az iszlámban robbantak volna ki. Ugye én ajánlanám nagy tisztelettel megfontolásra, hogy vajon tényleg ezt akarja Munif muszlimként vallani, hogy például a doketizmus azaz iszlámba robbant ki, és akár teljesedett be, és virágzott ki. Még egy néhány gondolat a Subiha Lahummal kapcsolatban, anélkül, hogy ismét csak nagyon belemennék nyelvészkedésbe. Az a helyzet ezzel a szóval, hogy ez egy hapax legomenon, amik előfordulnak az új szövetségben is. Tehát sehol máshol ilyen formában, ez a Koránban nem fordul elő. Ugye ennek a szónak is van egy gyöke, ugye változik ennek a szónak a jelentése, vagy a gyökének a jelentése, de valószínűleg az egzegéták szerint úgy lehetne értelmezni, hogy hasonlónak, vagy majdnem ugyanolyannak lenni, úgyhogy az már összezavaró lehessen mások számára. Ugye például írja a Korán, hogy bizony nekünk minden tehén ugyanúgy néz ki, vagy ezért azok, akiknek szívükben betegség van, azt követik, ami nem egyértelmű belőle, már mint a Koránból. Aztán hasonlókat fognak kapni, ugye gyümölcsökről írja ezt a Korán, az emőző gyümölcsökhöz hasonlóakat, de az ízük más lesz. Hasonló, de más lesz. A lényeg, hogy ilyen formában csak itt fordul elő ebben a versben, úgyhogy más kell, hogy döntsön, nem ez a szó. Ez a szó nem, ugye, hogyha ugyanazt a hermeneutikát használjuk, hermeneutikai módszertant, amivel a Korán és a Biblia többi részét is értelmezzük, akkor önmagában az, hogy ez a szó itt áll, nem határozhat meg semmit, nem döntheti el a kérdést. Ugye a Korán sem nem cáfolja, sem nem állítja, hogy mást feszítettek volna meg Jézus helyett. Sajnálom, hogy nem zárta ki Munif konkrétan azokat a muszlim értelmezéseket, mert ugye nem csak saját magam gondoltam, így is nem saját magam jöttem rá ezekre, amiket felvonultattam
ezeknek a verseknek az értelmezése kapcsán, a mártírok kapcsán, akár az Allah magához emeli őket, vagy ugye nem halnak meg, csak úgy tűnik azok számára, akik nem ismerik a Koránt, hogy meghaltak. Szóval remélem, hogy a későbbiekben majd ezekre is választ kapunk. Mindenesetre nagyon köszönöm Munifnak a cáfolatát is. Köszönjük szépen, Gergely. Megkérdeztem, hogy ki az, aki kérdezni készül valami? Oké, jó. Egyesével még kérdésekkel. 30 másodperc. Rendben. Én a Gergely az utolsó hozzászólásomban is említett, hogy ugyanazt a hermeneutikai módszert alkalmazzuk, illetve korábban, hogy a Korán önmagát magyarázza. Na most, ha jól emlékszem, Mohamed közvetlen követői kálvinistákkal nem igen találkozhattak, és protestánsokkal sem, akik a Sola Scriptura tanát vallják, esetleg Karaita irányzatú zsidókkal találkozhattak. Én mind a két féltől kérdezném, hogy vajon ez egy hermeneutikai elve az iszlám úgymond hagyományos vonulatában, ha lehet ezt használnom, hogy a Korán önmagát magyarázza, vagy hogy mondjuk a zsidóságban ott van a Talmud, illetve hát azon belül is ugye a Misná, és a Sunna az iszlámon belül, ami e között nagyon sok vallást történt, a hasonlóságban is lejárt az időm, hogy ez valóban egy hermeneutikai jel, vagy lehet-e ezt a metódus használni a Korán esetén. Nagyon szépen köszönöm. Van egy korán idézet, ami tulajdonképpen ötletet ad ahhoz, hogy hogyan lehetne a Korán nem egyértelmű részeit magyarázni a Korán által. A Korán harmadik szórájának hetedik része, a kimondó nézet utána, a Korán harmadik fejezetének hetedik verse, azt mondja, ő az, tehát Isten az, aki lebocsátotta neked, ó Mohamed, az írást. Ebben vannak egyértelműen meghatározott, úgynevezett muhkemát állják, korán idézetek. Ezek az írás alapjai, ummul kitel, tehát a lényege a Korán. Mások pedig több értelműek, mutasáviát, ez az, ami a sebe igének egy származhatott formája. És azt mondja, aztán akkor, és nem ismeri annak értelmezését más, csupán Allah. Tehát az ilyen nem egyértelmű kifejezéseknél így kezdi a Korán. És nem ismeri annak értelmezését más, csak Allah, és akik tudásban szilárdak. Ők azt mondják, hiszünk benne. Tehát ez alapja ennek, és valóban van létjogosultsága a Korán más Korán idézettel magyarázni. Köszönöm szépen. Én csak annyit tennék hozzá, hogy én nem szeretném azt mondani, hogy például a Koránt csak a Korán alapján lehet értelmezni, hiszen ez senki muszlim hittudós nem mondja, hogy nem lehet kilépni az értelmezési keretből. Azonban fontos azt látni, hogy ha elsődlegesen a Koránból tudunk értelmezni valamit, akkor ahhoz kell, hozzá kell fordulni. Tehát, hogyha meg tud világítani valamit önmagában a Korán, akkor nem kell kilépni abból, és egyébként hadiszokhoz fordulni, vagy egyéb értelmezésekhez, ugye elhangzott, hogy hadiszok nem is említik, nem magyarázzák konkrétan ezt a verset. Ugye Mohamed halála után 200 évig senki nem emlékezett arra, hogy Mohamed bármit tanított volna erről a versről, de hogyha Korán önmagában tud egy legitim magyarázatot adni erre, akkor nekem csak az a kérdésem, hogy miért nem lehet elfogadni ezt a magyarázatot, hogyha pedig el lehet ezt a magyarázatot fogadni, akkor valaki miért nem fogadja el. Köszönjük. Következő kérdés. Hogy amikor Jézus keresztre feszítették, akkor a közelében vajon voltak-e iszlám típusú emberek, iszlám emberek, mert ha nem voltak, akkor mi alapján mondják, hogy nem Jézus volt az, akit keresztre feszítettek. Tehát ezt valahogy nem értem. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hozzáadjuk ezt a kérdést? Igen. Remélem nem hozzá. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy a Korán értelmezőknek ez a második eszköztár, tehát az elsősorban a Koránra alapozzák azt, amit tanítanak. A második eszköztár az, hogy ebben az esetben ennek a történetnek ugye a megörökítése a négy evangéliumon keresztül
nem egyformán történt meg. Tehát vannak szövegkülönbségek abban, hogy ki hogyan mire emlékszik, Márk szerinti evangélium, Máté szerinti János, és így tovább. Tehát ezt nem a muszlim értelmezők vallják, hanem maga a szöveg adja, hogy itt távolról figyelték, értékel, amit mondta Gergő, de a távolról figyelték, ha valaki járt Jeruzsálemben, az tudja, hogy a Golgota hegy az egy hirtelen emelkedő, itt van Gábor közöttünk, és hirtelen emelkedő hegy, amire körülbelül így kell felnézni ahhoz, hogy lássák, hogy ki van a hegy tetején. Tehát ez nem egy síkság volt, ahol könnyen belátható volt a terep, hanem ugye fölfelé kellett menni a Golgota hegyére, és nem volt olyan könnyű ott azt látni, hogy mi is volt. Ráadásul a Biblia azt mondja, hogy aki fent volt a kereszten, azt mondta, Éli, Éli, lemá sabachthani. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez megint egy érdekes konklúziót volt maga után. Ez vajon ez, ami elhangzott? Ez a végzetébe beletörődött embernek a jajveszékelése, mert hogyha Jézus mondta volna ezt, akkor azt kell mondjam, hogy önmagával szállt volna szemben, hiszen ő elvileg önként vállalta a keresztelet és a megváltást. Tehát a kereszten elhangzó kifejezések megbotránkoztatással kellett volna, hogy ösztönözzék adott esetben a hallgatóságot és ezeket a szent tanokat. Jó, ugye remélem, hogy azért csak fél percem van, hogy a Golgota vagy a Koponyák hegyét azt nem úgy képzeli el senki, hogy van egy kis csúcsa, és akkor ott csak a három keresztfél el, tehát falutávolság, illetve távolról, az akár még innen az utolsó sorokat is jelentheti, a görög szerint azért emeltem ki. Azzal kapcsolatban pedig, hogy mit mondhatott, mit nem mondhatott volna Jézus ismét, szeretnék egy picit egy lépést hátra lépni, ugyanis muszlim értelmezés szerint el lehet fogadni azt, hogy a muszlim magyarázat szerint el lehet fogadni azt, hogy Jézus nem volt Isten, hogy nem volt Isten fia, aki azért jött, hogy megváltsa az emberiséget, és így mondhatta azt, kérdezhette azt, hogy miért hagytál el engem alla, hogy miért hagytál el engem Isten, tehát ez nem zárja ki a muszlimok számára azt, hogy vagy nem egy érve a muszlimok oldalán arra, hogy Jézus nem feszíthették meg, mert akkor a keresztények szerint nem lehetett volna Isten fia. Tehát ez egy kérdés, de a kérdés azt feszegeti, hogy Isten fia volt-e Jézus, nem az pedig, hogy őt feszítették-e meg, vagy valaki más. Én múlik tudom kérdezni, hogy igaz-e az, a keresztény tudostól hallottam, hogy nem az én kutatásom, de mondja, de igaz-e az, hogy a Korán egyetlen igaz és tiszta emberről beszél a történet folyamán, és hogy Jézus. Tehát büntelen, ilyen értelemben igaz és tiszta. Amit a Korán egyetemben állít, az, hogy nem Jézus a felelős azért, hogy őt és édesanyját Isten helyett a kereszténység, a keresztény egyházatják istenítették. Tehát az, hogy a Korán 116. szurája. Említsd meg azt, amikor Allah az ítélet napján így szól. Ó Jézus, Mária fia, ítélet napján. Te mondtad el az embereknek, tegyetek engem és anyámat istenségek ki Allah mellett. Azt mondja majd, magasztaltassák, hogyan mondhatnék én olyat, amihez nincs jogom. Ha én mondtam volna, bizonyosan tudnám arról. Tudod mindazt, amit magamban rejtek, ám én nem tudom azt, amit magamban rejtesz. Bizony, te vagy a rejtett dolgok tudója. Tehát a lelki tisztaság és a tiszta egyisten hit megtestesülése volt Jézus, ezt tanítja az iszlám. Az egy másodlagos hagyomány, hogy Jézus hiszem a szót. Már a szó azt jelenti, hogy csalhatatlan, tehát meg van védve az emberi mulasztásoktól és hibáktól. Tehát ez nem a Koránnak a magyarázata, hanem ez egy második hullámban, tehát a hagyományok alapján, vagy a Korán értelmezőknek a mondani valója. Én ezt csak annyit szeretnék hozzátenni, ami még ma este nem hangzott el, hogy de miért
állítják a muszlimok szinte egybehangzóan, akik azt vallják, hogy Jézus nem halt meg, hogy nem halt meg Jézus, ugye, mert ilyen nagy prófétát nem engedne Allah ilyen kihalába szenvedni és meghalni a hatalmas nagy küldöttet, Jézust. Azonban ami számomra felmerül kérdésként, mikor ezzel a felvetéssel találkozom, az az, hogy akkor Mohamedet miért hagyta szörnyű kínhalálban meghalni a prófétás pecsétjét Allah, aki ugye akkor ezek szerint Jézusnál nem volt nagyobb, vagy Jézus valamiért magasabb rangra emelte Allah, mint Mohamedet, hogyha Jézusnak nem lehetett meghalni, a Mohamed viszont szörnyű halált halt. Ez lehet egy költői kérdés is, majd esetleg valamikor válaszol. Hát csak benne például ez merül fel Jézus és az ő rangja kapcsán, akár az iszlámban is. Szabad esetleg válaszolni? Ne. Szabad-e többet kérdezni? Egyik, hogy a hangfelvétel, ha elgyújtatott, később otthon megnézhetem-e első. Második kérdésem, tudatlan vagyok, ha itt egyszer volt egy katolikus és egy református, létezik-e a mohamedán vallásban ala protestáns? A harmadik kérdésem, ami nem ide tartozik, vajon 2018-ban egy zsidó mit mondana erre? A negyediket azt nem akarom mondani, hogy ha egy Isten hívőkről lenne szó, egy következő adás, hogy Istenről, Jahvéről és Allahról milyen vélemények vannak. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Egyébként vannak köztünk zsidó testvéreink, őket is nagy szeretettel köszöntjük. És melyik ez a tíj? Tehát a nagy falatokat azokat. Allah protestáns. Tehát, hogy az iszlám vallás irányzatai között valóban voltak olyanok, amelyek tehát nem a profétai szunna, tehát a Mohamed proféta örökségét hűen követő csoportok voltak, hanem úgy gondolták, hogy ők a saját szájízük szerint fogják értelmezni a Koránt, belülük lettek a hárizsiták, és a hárizsitákból pedig az Al-Qaida. Tehát ezt nem szeretnék, ugye nyilván, tehát nem szeretnék oda eljutni, hogy egy olyan protestáns felekezet erősödjön meg, egy protestáló, lázadó felekezet az iszlámon belül, amely olyan torszőtteket szül, mint az iszlám állam terrorszervezet, vagy az Al-Qaida szervezet. Aztán jó, 2018. Csak annyit tudok, hogy mondanánk erre. Ja, hát ez az igazság, hogy én, tehát hogy nekem megnyilatkoznom arról, hogy a zsidóság mit mond Jézus kereszt haláláról, de amennyire én tudom, elvetik Jézus kereszt halálát, és tehát, hogy arról beszélnek, hogy nem az vetik el, hogy Jézus meghalt-e, hanem az, hogy pontosan milyen körülmények között halt meg. Csak azért is fontos, mert a korai időszakban nagyon sok zsidó történész volt, de volt olyan is, tehát a történetírók, akik nem is említették meg Jézust. Szót sem említettek róla, tehát itt a történeti létezése Jézusnak is sok zsidó történetíró szempontjából kétes volt. Tehát itt ez nagyon sok problémát vet fel arról beszélni, hogy vajon a zsidóság mit kezd Jézus kereszt halálával. Én igyekeztem utána nézni zsidó kutatók, történészek véleményének is, és én azt találtam, hogy ma már ők is egyöntetően elfogadják, hogy Jézus kereszt halált halt és meghalt. Abban valóban lehet igaz a Munifnak, hogy a körülményekben nincs egyetértés. Ugyanúgy, ahogy például az említett Bárta Jarman is azt állítja, hogy teljes ellentmondás van az evangéliumok beszámolóiban Jézus halálának körülményeiről. Ugye Munif itt rengeteg dolgot említett és felhozott. Azonban egy dolgot ne felejtsünk el, hogy ennek ellenére nem tagadja például Bárta Jarman vagy a zsidók sem a keresztre feszítés és a kereszt halál tényét. Tehát itt nem az a kérdés ma este, hogy a körülmények mondjuk máshogy vannak-e leírva, vagy vannak-e ellentmondások az evangéliumi beszámolóban, a lényeg, hogy egyöntetűen állítják az evangéliumot is, hogy Jézust megfeszítették, és meghalt, még akkor is, hogyha mondjuk valaki szerint az elképzelhetetlen, hogy a távolról figyeljék, és a halott távolságon belül figyelik, vagy állnak, ez megtörténjen. És ugye nem kétes Jézus történeti létezése, tehát ezt ma már senki történész és kutató, legyen zsidó, ateista, szintén keresztény, nem vonja kétségbe, hogy Jézus élt, sőt, nekem volt erre egy vitám, nem akarom húzni az időt, augusztusban egy agnosztikus kutatóval Jézus létezéséről, mennyire biztos az,
hogy élt, és nem véletlenül nincs az akadémiai világban senki, aki ma kételkedne ebben. Kérdésem Monikhoz szól. Mi a véleménye arról, hogy a keresztrefeszítés után Jézus megjelenésekor megmutatta többeknek, köztük Tamásnak a keresztrefeszítés jeleit és oldalának megnyitását? Ugye ez a nézet, miszerint Jézus magát hordozta a sebeket a keresztre feszítés után, ez csak János evangéliumában explicite kimondva. De egy nagyon olvasat be Lukács evangéliumának a beszámolóját. Egyébként Lukács evangéliuma közkedvet lehet mondani a muszlim hittudósok szempontjából, akik magyarázzák el Jézus életét, mert ugye kifejtik, hogy hát Lukács mégis orvos volt, mégis hát gondosabban szemlélte, vagy vizsgálta meg az eseményeket és a híradásokat. Lukács azt mondja, miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus általának között is köszöntötte őket. Békesség nektek, tehát megjelenik Jézus a tanítványok között. Azok megrettettek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg? És miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. A kezemet és a lábamat valóban én vagyok, nincs itt kihangsúlyozva az, hogy bármilyen sérülés szenvedett volna Jézus. Sőt, azt mondja, tapintsatok meg és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amit látjátok, nekem van. Te. És aztán azt mondja, és ezeket mondta, megdobta neki a kétszer lábát. Nem az volt a célja, hogy sebeket mutasson, hanem az bizonyítsa, hogy ő testben és lélekben van, áll előttük. És aztán azt mondja, mert pedig, mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat, elvette, és szemük látára megette. Egy meghúzott embert látunk, aki valóban sok nehézségen ment keresztül, de mintha semmilyen sérülés, sebesülést nem szenvedett volna. Nagyon röviden több dolgot is szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, kicsit visszautalva arra, amit Munif korábban mondott, János evangéliumát nem később fogadták el evangéliumnak, hanem a legutolsó keltezésű, de kétségben fért hozzá soha a kereszténységben, hogy ez kanonikus evangélium lenne-e. És János ír szemtanúról, Jánosról, magáról, aki ott volt a keresztnél, és ugye János evangéliumában olvasott, hogy a feltámadott Jézus testben, emberként, életre támad fel. Tehát, köszönöm. Szóval az, hogy Jézusnak teste volt, és evett, vagy enni kért, vagy meg lehetett tapintani, az nem zárja ki a keresztény magyarázatot, hiszen Jézus szerintünk is egy megdicsült testben támad fel, ami ugye akár ehet, ami ugye akár éhes is lehet, vagy ehet is kérhet enni, amivel Jézus. Még egy fontos dolog is, ez az utolsó, hogy Lukács szerint Jézust megfeszítették, és meghalt a kereszten. Tehát én nem követném, hogyha őszintén akarjuk az evangéliumokat kezelni, és ugyanúgy kezelni Munif az evangéliumot, ahogy a Koránt úgy magyarázná, ugyanazzal a módszerrel, akkor nem mazsolázgathatna és mondhatná azt, hogy én ezt elfogadom, hogy itt úgy tűnik Jézus, mint aki nem halt meg, még ugye egy oldallal korábban le van írva részletesen, hogy hogyan halt meg Jézus. Ugye azt, hogy nincsenek sebei, vagy nem ír Lukács a sebeiről, a hallgatás az nem jelenti azt, hogy nincs ott. Tehát azért, mert valamiről nem ír, az még nem jelenti azt, hogy nem voltak meg sebei. Ami nagy kérdés nekem itt, az az, hogy ha Jézus 40 napig még a tanítványaival volt, miért nem szólt egy szót sem arról, hogy figyeljetek már, fiúk, hát én nem haltam meg, én itt vagyok, látjátok, valaki más volt az, itt vagyok köztetek, és élek. Az utolsó kérdés következik. Hogy 7 napra vitte föl Jézus, de ezt ki látta, vagy honnan van ez az információ. A második kérdés, hogy a keresztények Jézus keresztre feszítéshez akik ott voltak, még ők is látták, igen, hogy Jézus valóban meghalt. Ugye volt a földrengés, a sötétség, ugye ezzel követett Jézus halálát. A harmadik kérdésem, hogy a Koránban az békét akar a Korán, vagy hogy mi a fő célja. És hogy a Koránban, hogy miért törölték a halálát.
a bűnöknek a tanát miért körülték el, hogy akkor lehet megölni valakit, vagy hogy ez miért nem számít bűnnek. És a mostani világban miért törik meg a keresztényeket, miért akarják elpusztítani. Nem értjük a kérdést hangosabban. Jézus ebben egyetért, hogy a békét meg kell tartani, és ne gyilkoljuk egymást. A keresztények, a zsidók, ugye ez van ezek a parancsolatokban, hogy ott van a mindenről. A Koránban meg ez, ezt közölték előre, hogy a bűnök tanár. Tehát, hogy akkor azt jelenti ez, hogy szabad gyilkolni? Nagyon szépen köszönöm. Ez a bizonyos 7 óra, 7 órát említettem, de jó, hogy tetszett ezt mondani, vagy mondtam, mert van olyan magyarázat, hogy 7 napig volt távol. Akár 7 óra, akár 7 nap. Az 1286-ban elválasztott Elmei Bawi hiteltelennek minősítette és ítélte meg azt az elbeszélést, amit a 683-ban elválasztott Ibn Abbas-tól származtatnak. Miszerint tehát Jézus meghalt volna, mielőtt égbe emelte volna Isten, és az halálának az időszakát 7 napra vagy 7 órára tette. Ez hiteltelen és nem elfogadható a muszlim kommentátorok szerint. Aztán én azt elfogadom, hogy láttak valamit a szemtanúk, de hogy mit a korán értelmezők, ugye azt mondják, hogy nem látták, nem látta senki tisztán, tehát itt egy megtévesztett állapot volt. Volt, aki Jézus látta ott, volt, aki nem őt látta a kereszten. Valaki valóban ott volt a kereszten. Ezt az iszlám nem tagadja, hogy valakit felfeszítettek. Nincs olyan idézet a Koránban, azt mondja, hogy senki sem feszítettek fel, hanem hogy Jézust, őt nem feszítették fel. Aztán volt itt egy a békére vonatkozó kifejezés. Az iszlámban a köszöntés, tehát az, hogy köszönjünk egymásnak, azt úgy fejezik, hogy Esszelámu aleikum, békességre álltok. Így köszönt Mohamed proféta is a társainak. A Koránnak szinte minden fejezete azzal kezdődik, a könyörületes és irgalmas Isten nevével. Mint egy utalva arra, hogy a hívőnek kötelessége a cselekedeteit abban a szellemiségben megtenni, hogy a cél az irgalom és a könyörület. Nem ezt mondja vajon Jézus Máté evangéliumának 9. részében? Azt mondja, hogy menjetek, mert Isten irgalmasságot kér, és nem áldozatot. Egyébként ez nagyon fontos igehely szerintem, mert ez az igehely pontosan rávilágít arra, hogyha Jézus béke legyen vele, hogyha Jézus béke legyen vele, azt akarta az emberektől, hogy ne legyen véres áldozat többé, akkor miért helyezte volna magát önként véres áldozattá a kereszten? Ez mindenképpen elgondolkodható kérdés, azt hiszem. Igen, nagyon elgondolkodható kérdés, pedig én is tettem fel egy ilyet Munitnak, és hogyha ő nem válasz rá, én sem válaszolni, tehát meghagynám ezt így lóval levegőben, mert igazából ami engem elgondolkodtató kérdés, és ha mindez igaz, vagy ami engem elgondolkodtat, az a kérdés, hogy ha mindez igaz, bár nem tudom, hogy milyen forrás van arra, hogy voltak az ott állók közül, akik nem Jézus látták a kereszten, hanem valaki más. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ezt miből gondolja az, aki leírta 600, 700, 800, 900, 1000 évvel az események után, mert kétség sem fér hozzá, hogy nem a korabeli forrás, hanem szemtanú beszámolja az. Mire alapozza ezt az állítását? Viszont ami számomra fontos, hogy ezzel Munifa azt állítja, hogy nem Jézus ölték meg a kereszten, és nem halt meg a kereszten, azzal az én hitem alapját kellene, elvetnem, hogyha én ezt elfogadnám, de nem látok észszerű nyomós érvet erre, hiszen ha belegondolok, ha nekem alaknak kéne jó értelemben alávetnem magam és az ő útjára lépni, akkor egy olyan Istenben, egy olyan alakban kéne hinnem, aki évszázadokon keresztül megvezette a keresztény mártírokat abban, hogy valaki másért adták az életüket, hiszen valójában nem Jézus halt meg a kereszten, csak alak olyan már tette azt az embert, mint Jézus, a személy. És mégis ezért alaknak, ezért a cselekedetéért százak, ezrek haltak mártír halált később. Hogyha alak így téveszti meg az embereket, az számomra
több, hogy maradjunk ennél érdekes kérdésre fel. Záró beszél. Ja, adjuk már a Monika. Jó, 1 perc, Monika. Köszönöm, hogy a kegyelődöfést azért kerül. Kegyelődött. Jó. Tehát, hogy én csak rendszerűen ezt hozzátenni távolozott, hogy a 7. századig azért mégiscsak megosztott volt a kereszténység a tekintetben, hogy pontosan mi történt, és kivel, és pontosan hogy is. És milyen, hogy mondjam, messze menő dogmatikai válaszokat kapnak. Ugye tudjuk, hogy voltak zsinatok, és pont az egyik zsinat az iszlám megjelenésének az idejére tehető. Tehát azt gondolom, hogy ha Istent azzal vádolnánk, hogy megvezette az emberiséget, akkor azzal is vádolhatnánk, hogy miért volt ennyi vita egyáltalán. Tehát az emberiség történetében az, hogy több proféta volt, ez nyilvánvalóan Isten része egy próbatétel, és az iszlám így fogja fel, tehát az, hogy egy küldöttet elküld az Isten, és az ő szavai többféleképpen értelmezik, ez mindenképpen próbatétel. Akár tetszik nekünk embereknek, vagy sem, próbatétel alatt élünk, és nekünk kell kihámozni. De hát pont Timóteusz mondja az egyik evangéliumban, hogy mindent ugye ismerjetek meg, és mindenek gondolkodjatok el. Tehát, hogy nem lehet csak az embernek úgymond a vakit alapján valamit azért elfogadni, mert ezt tanítja neki az adott vallás könyv. Meg kell szemni, meg kell nézni pontosan, mit mond a Korán, mindenkinek személy szerint kinyilatkoztatás ez. Nagyon köszönjük kérdéseket is, meg a vitátokat is. Most 5 percben a záróbeszédek következnek. Először mondjuk. Valamikor 615 és 620 között a muszlimok egy része kivándorolt Mekkába, Abesziniába. Azért kellett kivándorolniuk, mert a mekkai tövistenítőek, akik vezették a mekkai város és a környező településeket, ki akarták írtani az iszlámot. Ugye bálványimádó közeg volt, és a muszlimok egy istenhívők voltak. Kihez fordultak, kihez menekültek? Abesziniában, mai Etiópiában élt Négus, az utáni király, aki monofizita volt, keresztény király. És hozzá menekültek el a muszlimok, javarésze oda menekült el. És amikor a mekkai arisztokraták elmentek Etiópiába, hogy letartóztassák, vagy kiadassák a Négussal ezeket a muszlimokat, akkor a Négus megvédte a muszlimokat, bár volt egy perbeszéd, és a perbeszédben már úgy tűnt, hogy a mekkaiak fognak győzni, azt állítván, vagy azt bizonyítván, hogy igenis a muszlimok megszégyenítik Jézusra. Olyan szavakat használnak Jézusra, amely a keresztény király számára dehonesztáló lehet, és emiatt esetleg még akár halál is ítéli őket. De mikor meghallgatta a Négus, hogy mit mond a Korán Jézus születéséről, például azt mondja Jézus, hogy békesség rám azon napon, amikor megszületek. Békesség rám azon napon, amikor meghalok, és békesség rám azon napon, amikor feltámaszt engem az Isten. Ezek olyan hatással voltak a Négusra, hogy a Négus azt mondta, rajzolt egy vonalat, és azt mondta, hogy a muszlimok és a keresztények között annyi a különbség, mint ez a vonal. A képen látható egy kairói mecset, és egy út választja el egy templomtól, egy kopt keresztény templomtól. Hát azt gondolom, hogy sokkal több köti össze egyébként muszlimokat és keresztényeket, mint ami elválaszt. Én elfogadtam a meghívást erre az előadásra, amely egy nagyon kritikus kérdést taglal, de a szent, a szándékom az volt, hogy minél inkább azokra próbálják, azokra a pontokra rávilágítani, ami összekötést, ami elválaszt. Köszönöm szépen! Én is nagyon szeretném megköszönni mindenki figyelmét, és ezúton szeretném Munifnak is megköszönni azt, hogy elfogadta a meghívást, és szeretném neki átadni az egyházam, a Magyarországi Református Egyház hivatalos hitvallását, a második helvét hitvallást, és kívánom, hogy forgassa, ismerje meg a mi hitünket egyre mélyebben és még jobban, és legyen hasznára ez majd a jövőben. Ezt tavaly adták ki díszkiadás az 500. évfordulóján a reformációnak, és szeretném, hogyha még egyszer...
És még egyszer mindenkinek köszönöm, hogy eljött ma este, és érdeklődött a téma iránt, és az iránt a párbeszéd iránt, amit már másfél éve végzünk itt a József Judit Galériában. És ahogyan kezdtem, remélem, hogy ez lehetőség mindenki számára a hite elmélyítésére, a kérdés tovább gondolására, a kérdések feltevésére. És hálás vagyok azokért az új barátokért, akiket ebben a felkészülési időszakban szereztem, nem csak a Munifért és Szabolcsért, hanem azokért is, és szeretném megemlíteni azokat, akik Angliában és akár Ausztráliában is élnek és segítettek nekem készülni a ma estére. Ugye a ma este kérdése az volt, hogy keresztre feszítették-e Jézus Krisztust. Én pedig felmutattam a Koránban, hogy erre a kérdésre lehet a válaszunk az, hogy igen. Ha hagyjuk, hogy a Korán önmagát magyarázza, akkor világos válaszokat kapunk azokra a felvetésekre, amiket a Korán kritikus versei állítanak elénk, amikkel itt találkozunk. És nem érzem úgy, hogy minden kétséget kizáró cáfolattal találkozhattunk volna az állításaimmal kapcsolatban a ma este. Ugye láthatok, hogy a Korán szerint nem kérkedhetünk senki megölésével, ahogyan a zsidók tették, hiszen Allah vehet el csak életet. Láthatok, hogy a Korán leír olyan eseteket, amikor az emberek másik ember megölésével kérkednek, és Allah válasza ezekre az, hogy nem ti öltétek meg őt, mert ezt csak Allah, csak Isten teheti meg. Aztán láthattuk, hogy azok, akik csak halottnak tűnnek, de valójában nem haltak meg, ahogyan Jézusról is ír, úgy tűnt nekik a Korán, hanem élnek ezek az emberek, ezek a Korán szerint a mártírok, akik Allah útján járnak, és Allah útján haltak meg, az ő ügyért haltak meg. Láthattuk, hogy a Korán a megfeszítéssel, és Jézus mártír halálával kapcsolatban azt állítja, hogy akik nem értik ezeket a dolgokat, akik kételkednek ebben, akik azt állítják, hogy megölték Jézust, azoknak nincs biztos tudásuk erről, hiszen nem ismerik a Koránt, nem értik a Korán magyarázatát, és nem tudják, hogy valójában Jézust, Ízsát, a mártírt nem ölték meg, hanem Allah magához vette őt, és ő él Allahnál. Ugye egyedül Allah vehet el életet, és ezek az emberek nem kérkedhetnek gyilkossággal. Láthattuk, hogy a Korán szerint mit jelent az, hogy Allahhoz vétetni, ez szintén a mártírokról szól, akik halálukkal felemeltetnek, és Istennél vannak. Tehát, hogyha hagyjuk, hogy a Korán magyarázza önmagát, akkor világossá válik, hogy Jézus mártír halált halt, és a fentiekre nem kaptunk egyértelmű cáfolatot, így számomra kérdés az, hogy Munif miért veti el ezt a magyarázatot, és miért ragaszkodik mégis ahhoz, hogy nem Jézust feszítették meg, miközben ugye az evangéliumok tanúságtételei egyértelműek, nincs kérdés a kereszténységben ezzel kapcsolatban. Lehet más, voltak viták, vannak viták a kereszténységen belül, de azzal kapcsolatban Jézus meghalt, és megfeszítették, nincsen kérdés. Végül pedig, ugye nem csak az evangéliumok, nem csak az új szövetség, hanem a történészek, keresztények, nem keresztények, és sok muszlim is mindegyet ért abban, hogy Jézust megfeszítették, és meghalt. És ahogyan már említettem, ez egy olyan pont, ahol mi keresztények és muszlimok egy újabb olyan pontra találhatunk, amiben egyetértünk, még hogyha szerintem élet-halál kérdéseiben nem értünk egyet az én hitem szerint Jézus halálában és feltámadásában. De ez lehet egy olyan pont, ahol egyetértésre, tényleg komoly egyetértésre találhatunk a muszlimok is, keresztények. És így szívből remélem, és imádkozom ma este is azért, hogy ez egy új időszak legyen, vagy remélem, hogy lehet ez egy új időszak a keresztények és a muszlimok között, akár itt Magyarországon is. És egyetérthetünk legalább ebben a kérdésben, és ebből a kérdésből kiindulva kezdhetünk el párbeszédet folytatni arról, hogy miért is kellett Jézusnak meghalnia, és egy lépésre így közelebb kerülhetünk egymáshoz, még akkor is, hogyha sohasem lehetünk egy véleményen a kritikus kérdésekben. Hiszen, hogyha megnézzük a Koránt, az evangéliumokat, a Biblián kívüli forrásokat, akkor kijelenthetjük, hogy Jézust megfeszítették, és kereszthalált halt. És így köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm még egyszer Munifnak és Szabolcsnak, hogy elfogadták ezt a meghívást, és remélem, hogy még folytatjuk valamilyen formában, és Isten áldjon mindenkit ennek a kérdésnek, akár ennek a kérdésnek is a tovább gondolásában. Köszönöm szépen!